Hát szép jó estét kívánunk mindenkinek, újra a hétfő esti bekérdező műsorba. Nagyon jó, hogy itt vagytok velünk. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket. Már rég nem volt műsor, de most újra van, ráadásul egy nagyon különleges témában, ugye az emberi játszmák és a kereszténység. És a vendégem Hellinger Solymos Krisztina, akit láthattok élő nagyságba. Szia, Peti! Hello. Szia! Rólad még mindjárt fogunk beszélgetni, hogy mit csinálsz és miért vagy is pontosan itt velem. De akarom mondani a kedves nézőknek, hogy úgy fogjuk csinálni ezt a műsort, ma este is, ahogy szoktuk, hogy egy kicsit belemélyedünk a témába a beszélgető partneremmel, és ti is így gondolkozzatok, hogy milyen kérdések merülnek fel, és aztán be lehet kérdezni, tehát a Facebookon, illetve a YouTube online chatnél is nyugodtan rakjátok föl majd később a kérdéseiteket, és igyekszünk így válaszolni rá. Szóval a mai témánk, ahogy látjátok is, emberi játszmák és kereszténység, ez egy nagyon izgalmas téma. És hogyan kötődik ez a keresztény életünkhöz? Volt már olyan, hogy gyomorgörcsel távoztál egy beszélgetésről, valakivel beszélgettél, és úgy érezted, hogy hú, ez valamilyen nagyon rossz volt, és így nem tudtad hova tenni érzelmileg. Vagy hogy valakinek így a közelében így kicsit így leuralva érzed magad, és úgy érzed, hogy így nem tudsz kibontakozni, és mindig így csöndben kell maradni, vagy talán érezted úgy, hogy egy ismerősöd ugye mindig beszél a problémáiról, de hogy mintha soha nem akarná megoldani, és hogy ez így mennek újra és újra és újra. Hát ez így mind az emberi játszmáknak a területe, és ezek az emberi játszmák olyanok, amivel ugye mindig találkozunk az életben, keresztényként is, keresztény közösségben is, tehát ez minket, mi sem vagyunk immunisok ezek ellen a játszmák ellen. Persze van, akik nagyon-nagyon erősen játszmáznak, van, akik kevésbé, erről majd így mélyebben is fogunk ma beszélgetni. De a személyes tapasztalat az, hogy a megtérésünkkel nem feltétlen távoznak az életünkből ezek a fajta játékok vagy játszmák, és nagyon kellemetlen tudnak lenni, nagyon sok kapcsolatot meg tudnak mérgezni, és én személyesen hiszem azt, hogy Isten segíteni akar, hogy ezekhez a játszmákhoz így hozzá tudjunk nyúlni, meg tudjuk érteni, fel akarjuk ismerni. És azért volt ez a vágyam, hogy kicsit erről a témáról beszélgessek valaki olyannal, aki sokkal jobban ért ezekhez, mint én valaha is fogok. És ezért van itt velem Hellinger Solymos Krisztina, aki keresztény pszichológus, és hogyha régóta jártok a Golgotába, akkor biztos jól ismeritek őt, mert már 23 éve, ugye, ha jól tudom, ide jársz a gyülekezetbe. Ugye tolmásként sokszor láthattátok a Krisztinát, és munkatárs is voltál itt, ugye? Igen, még nagyon az elején, nagyon a kezdetekben. Hány évig egyébként? Olyan 4 évig, 2001-től. Amikor végeztem az egyetemen, mint pszichológus, akkor eljöttem teljes állású gyülekezeti alkalmazottnak, úgyhogy vicces volt. Na, izgalmas időszak lehetett, az biztos. Igen, ezt mesélted még, hogy 20 év végeztél közel, ugye pszichológusként, de 11 éve vagy a szakmában. Igen, és most egy ilyen nagyon klassz pszichológus tímben dolgozok, a Kandela Pszichológus Tanácsadó Központban, és hát igen, 11 éve most már így napi szinten sok-sok klienssel, pácienssel találkozom. Mit jelent az számodra, hogy tehát ugye keresztény pszichológus vagy, tehát egyszerre keresztény és pszichológus, és ezt így együtt igyekszem művelni, az egész Kandela Központtal tudjuk, ez így, tudsz erről pár szót mesélni, csak így személyesen? Hát igazából azt hiszem ennek talán az a lényege, hogy mi itt a munkánkban egyértelműen hívő megtért keresztény emberek vagyunk, akiknek az élete is ezen erre a sziklára épül, és hisszük, hogy igazából az valós gyógyulás, az abszolút gyógyulás Istenben van. Hozzánk nem csak keresztények jönnek, de nagyon sokan ismernek minket, és sokan jönnek hívő emberek, de nagyon sokan így ajánlás révén nem hívők is jönnek, úgyhogy mi mindig megkérdezzük, hogy mivel tudják, hogy hívők vagyunk, hogy ezt integrálhatjuk-e beszélgetéseinkbe, a nem hívők számára fontos kérdés ez, és általában nyitottak erre, úgyhogy azt mondanám, hogy ez azért főleg a pszichológusi szakmánkban az éppen, ha olyan megengedettnek érett pillanatokban jöhet ez elő, vagy ha ő kérdez, ugye elsődlegesen ő pszichológusként keres meg minket, és ebben etikusan ez az elsődleges feladatunk, hogy őt ebbe támogassuk, úgyhogy közben azért mi tudjuk, hogy ki az igazi gyógyítónk, és mi is reméljük, hogy általa egy kicsit hozzájárulunk ehhez. Az nagyon jól hangzik. Hát ezért beszélgetünk
erről a témáról, és azért is kerestek meg, meg ugye beszélgetünk már egy nagyobbat, hogy hogy vannak ezek az emberi játszmák, hogy néznek ki, úgyhogy egy kicsit csapjunk bele ebbe a témába, jó, és azt beszéltük, hogy először te fogsz pár szót mondani arról, hogy, mint pszichológus, aki nagyon sok emberrel találkozol, nagyon sok ilyen játszmát is látsz, a környezetedbe, vagy emberekbe, akik jönnek, hogyan néz ki, tehát hogy definiálnád, mi ez, hogy emberi játszma? Hát pszichológia értelemben egy játszma, egy pszichológiai játszma olyas valami lenne, hogy én szeretnék valamit elérni a másiknál, de ezt nem tudom nyíltan kimondani, nem tudom felvállalni, hanem egy kicsit ilyen rejtettebb manőverekkel ráveszem, hogy valahogy ő megcsinálja, amit szeretnék. Bizonyos szempontból van, valahol az életünkben mindig előfordul, kisebb-nagyobb helyzetek vannak, amikor játszmázunk, már a gyerekek is tudnak azért játszmázni, de azért vannak ennél sokkal komolyabb az életünket, ilyen nagyon alapvetően meghatározó játszmák, emberekre jellemző játszmák, ami már azért úgy jobban húsba vágóbbak, és úgy az életünket meghatározóbbak. Általában jellemző a játszmákra, hogy rejtett műveletekkel működnek, és az, hogy valamilyen irányba halad ez a játszma, ahogy ez lezajlik. Általában mindig van, hát ez a cél, van valami nyeresség, valami, ami miért megéri játszmáznunk, amire ezt a játszmát játsszuk. És ugye ez a szó magyarul egy kicsit olyan, a játék akár, az egy ilyen pozitív dolgot hozna. Azért kapta szerintem ezt a nevet, hogy játszma, ez a Byrne, aki Eric Byrne, aki elsőként leírta ezt az emberi játszmákat, vagy összegyűjtötte csokorba, ő azért nevezte így, mert ezek ilyen, általában ilyen kiszámítható lépésekből és megfelelő szabályrendszer mentén működik a játszmánk, meg a különböző játszmák. Tehát ilyen módon van egy ilyen jellegzete, ezek a jellegzetességei. Én azt gondolom, hogy a célja mindig az, hogy valahogy kapcsolódjunk, nem a legmegfelelőbb módon, kicsit minthogyha ha nem találnánk a legegyenesebb módot a kapcsolódáshoz, az igényeink, a szükségleteink betöltésére, és ezért egy kicsit ilyen egyéb módokon kapcsolódunk. Ezért is néha ezt nevezik ilyen intimitáspótléknak, vagy pótlásnak. De hát ezekbe azért bele fogunk menni jobban. Tehát ha jól értem, olyan, mint egy játék. Tehát ugye mondjuk egy társas játékban is megvannak a szabályok, megvan, hogyha ezt lépem, ez lesz, ha ezt lépem, ez lesz, és végigmegy az egész dolog. És ugye jól értem, amiről ugye beszélgettünk, a játszmákban is az van, hogy ez nem egyszer történik meg egy ember életében, hanem akkor mondhatjuk így játszmázásnak, hogyha kicsit ez ilyen gyakorivá válik. Tehát mindig tudjuk, hogy ő elindít ezzel, akkor ennek ez lesz a reakciója, amit tudom én, ha valakivel együtt játszmázik, akkor ő erre így fog reagálni, és mindig ugyanaz a vége, és mindig jó. De akkor mi az előnye ennek? Vagy hogy miért csinálják ezt az emberek? Hát szerintem azért csinálják az emberek, mert sok esetben nehéz, ugye, amit az elején is mondtunk, valahogy nyíltan felválni és kimondani, hogy mik a szükségleteim, mire vágyok, mit szeretnék tőled. Tehát ha te mondjuk szeretnéd, hogy én eljöjjek ide a mai műsorodba, és akkor egyik alkalom, amikor találkozunk, elkezded nekem mondani, hogy fú, Krisztina, hát van egy tök jó témám, nagyon érdekes, pont ilyen pszichológiai, de hát sajnos nem tudom, hogy kit hívjak el, és nem ismerek senkit, és hát olyan jó lenne egy ilyen műsor, de hát, és így mondod nekem, és akkor bennem, ha én éppen nyitott vagyok egy ilyen kapcsolódásra, hogy egy kicsit ilyen manipulatíve meghalljam a te üzenetedet, a te játszmádat, mondhatom, hogy hát végül is, hát nekem ez a szakmám, és hát én ha akarod, eljövök beszélgetni veled, akkor te így tök ügyesen elérted, hogy már én mondom ki, hogy jövök a műsorodba, de hát ez egy picit azért játszma volt. Tehát nem azt, hogy mondtad, amit amúgy mondtál, hogy figyelj, Krisztina, van ez a műsor, és szeretnélek elhívni, hanem azért úgy egy kicsit olyan egyéb, rejtettebb módon rávettél arra, hogy én eljöjjek, mert engem rá lehetett venni. Tehát úgy érzem, hogy én őszintén ezt nem fogalmazhatom meg, hogy figyelj, kell, mert vissza fogsz utasítani, vagy valami, és akkor van. Kicsit... Tehát valami miatt te azt érzed, hogy engem nem lehet direktbe megkeresni. És itt van a szerintem az összes játszma mögöttes miértje, hogy azért a legtöbben valamilyen módon valamilyen sebzettséggel bírunk. Tehát a gyerekkorunktól kezdve azért a legtöbb ember valamilyen sebet, bántalmat,
fájdalmat összeszed az életébe, és megtanul bizonyos dolgokat, sajnos nem jó dolgokat. Valamilyen benső üzenet, egy motto, egy meggyőződés, egy hazugság, hiedelem, nevezhetjük sokféleképpen, így rögzül bennünk már gyerekkorban. És lehet, hogy benned az, hogy én nem tudom elviselni, ha elutasítanak. Valamire ettől annyira fáj, ez annyira, ettől annyira félek, és akkor te mindent megteszel, hogy sose kelljen ilyen nyíltan, direktbe felvállalni a kérésedet, vagy a szükségletedet. Ennek ugye többféle módon lehetünk sebzettek, attól függően, hogy milyen alapvágyunkban vagyunk sérültek, és nem tudom, hogy... Erre hoztunk is egy ábrát, hogy megmutassuk. Eszembe jutott egy sztori, tegnap este meséltem a feleségemnek, hogy a gimnázium elején én úgy éreztem, hogy így a lányoknál így nem lesz így, nem tudom, sok sikerem, és emiatt, mindjárt fölrakom az ábrát, emiatt úgy próbáltam ezt a dolgot megoldani, hogy, na, nyílj már meg, bocsánat. Addig elmondhatom az alapvágyakat. Ja, mindjárt. Szóval úgy próbáltam ezt a dolgot megoldani, hogy így elvonultam, és így nagyon szomorúan lefelé néztem, hát ha az a lány, aki szimpatikus odajön, és akkor esetleg megvigasztal. Na, itt van ez a szép ábránk. Amiről mesélj. Tehát mondod, hogy van egy sebzettség, tehát kiskorban, gyerekkorban valahol valamit átélünk, traumát, bármi ilyesmit, és erre így épülnek dolgok, ugye, ami a jéghegy alatt van. Így van, tehát amit nem feltétlenül látunk. Ugye leginkább, ami az egymással való kapcsolódásunkban, a mindennapi életünkben megnyilvánul, az a viselkedés, meg azért valamennyire az érzések is meg előtűnhetnek, de az a viselkedésünk mögött azért valamilyen fajta érzések vannak, amik mögött bizonyos gondolatok, bizonyos sok esetben elég negatív vagy automatikusan jövő meggyőződések, hazugságokkal összefüggő gondolatok, amikről az előbb beszéltem. Tehát amikor gyerekkoromban valamilyen sebzettség, mély fájdalom ér, és ezekre nem kell feltétlenül úgy gondolni, hogy ezek mindig valamilyen nagy trauma, tehát ezt most így mondjuk, de ez lehet az, hogy hatan vagyunk testvérek, és igazából nem tudnak rám úgy figyelni, mert egyszerűen a legjobb szándékkal is nincs ugyanannyi figyelem, mintha ketten vagyunk, és esetleg azt érem meg, hogy nem vagyok elég fontos. Ez az egyik alapvágyunk. Az, hogy biztonságban legyünk, az, hogy szeretve legyünk, az, hogy fontosnak érezzük magunkat, az, hogy azt érezzük, hogy értékelnek, vagy értékesnek, becsesnek tartanak, az, hogy szükség legyen ránk, hogy valami különlegeset tegyünk hozzá, hogy kiteljesedjen az életünk, az, hogy nekünk, azt gondolom, az is, hogy az Istennel legyen egy kapcsolatunk, egy bensőséges kapcsolatunk. Szóval ezek mind ott vannak alapvetően, amikor megérkezünk ebbe a világba, de az élet során a szülői és a környezeti tényezők miatt valamiben valamit megtanulunk, ami nem biztos, hogy igaz. Nem biztos, hogy igaz, hogy nem vagyok fontos. Csak ott nem volt annyi idő, vagy nem lehetett úgy. Valamiért, valamiképpen azt gondoltam. Vagy, hogy a másikat jobban szeretik, mint engem. Tehát azért nagyon sok ilyen üzenetünk lehet, ami aztán később meghatározza az egész életünket, a viselkedésünket, és ezáltal a kapcsolatainkat. És ha jól értem, vagy hát nekem is ez tapasztalatom is, hogy azért nem olyan gyakran emberek, még keresztényként sem olyan gyakran gondolkozunk ennek a, hát a víz alatti részéről az életünknek. Tehát, hogy mi volt a múltban, mi lehetett nehéz még. Tehát, hogy ennek a része számunkra, tehát a saját életünkben is nem feltétlen nyilvánvaló az, hogy ezek így vannak. Csak viselkedünk valahogy, csináljuk valahogy, van egy rutinunk, megyünk abban, az is van az, hogy amikor megtérünk, újjá születünk, akkor is esetleg dolgok bent maradnak ugyanilyen régi viselkedésből, és nem tűnnek el. Hát igen, tehát azt gondolom, hogy ahogy pont beszélünk a játszmákról, azoknak is az egyik fontos tulajdonsága a játszmáknak, hogy ilyen önkéntelen, ösztönös, egyáltalán nem tudatos dolgok. Tehát ezek ilyen szinte belső automatizmusként működnek bennünk. Valamikor megtanultuk, valamiképpen ennek volt egy nyeressége, és azóta ezt én ismétlem, mert megéri. Én azt gondolom, hogy amikor megtérünk, és Isten így elkezdi átformálni az életünket, akkor olyan minőségbeli változások történnek, hogy ami tényleg az örök életünk is, a jövőnk, az örök való jövőnk megváltozik, de bizonyos az életünk, a sebzettségeink, a múltunkkal együtt járó,
hogy úgy mondjam, esetleg negatív üzeneteink, hazugságaink, belső meggyőződéseink nem szállnak el. Tehát azok azért ott tudnak minket ugyanúgy vinni tovább, ugyanúgy mozgatjanak minket belülről, és ezért éljük meg sokszor, hogy amúgy tusakodunk. Én akarok hinni, én tudom, hogy ki Jézus, én tudom, hogy mit tett, de néha még mindig nem tudok bízni, és nem tudok úgy. Tehát, hogy attól még ezek nagyon tudnak mozogni bennünk. Tehát nagyjából így néznek ki a játszmák, mondjuk a pszichológiai oldalról, és hát én sokat gondolkoztam ezen, hogy ezt hogy lehetne mondjuk a Biblia oldalról megfogni, tehát így keresztény emberként, úgyhogy az egyik ilyen dolog, ami eszembe jutott, és mondta, hogy te hogy tapasztalod amúgy ezt így, mi keresztény pszichológus, hogy tehát is, arra azt mondja az Újszövetség, hogy Isten szeretet. De ugye a szeretet szó ugye sok mindent jelenthet, de valami olyasmi, hogy egy valódi értékes, őszinte, szeretett közösségre teremtette az Isten az embert. Tehát ezt látjuk a Bibliából, és olyat is olvasunk, hogy ahol az Isten lelke van, ott a szabadság van, tehát az embert valamilyen értelemben felszabadítja belül, amikor újjászületik, és ugye a megváltott ember Jézus képére formálódik, tehát ugye erről is beszéltünk, hogy mi akarunk, menni akarunk, tenni akarunk, és ez a szeretet, tehát ahogy mi Jézus képére formálódunk, ugye az egyre inkább olyanná tesz minket, hogy őszinték, egyenesek vagyunk, és egy ilyen tiszteletteljes szeretetet tudunk adni. Tehát valami ilyesmi jutott eszembe, hogy ugye Jézus ugye nagyon világosan elmondta, hogy mi a helyzet a másik emberrel, tehát hogy felvállalt konfliktusokat, elmondta, hogy mi a bűn, tehát ez semmi probléma nem volt, de hagyta az embert szabadon reagálni, hogy tehát nem voltak ilyen hátsó szándékai, ilyen játékai, hanem ott volt, szeretlek, de nézd ez a szituáció, döntsd el, hogy reagálsz rám, így szabadságban tart. Ezzel így te is egyet tudsz érteni? Hát abszolút, az igével egyértelműen. Igen, tehát, hogy ez az a fajta szeretet, ez az a fajta bensőségességre, intimitásra is, ugye itt a bensőségességet értem ez alatt, egy közelségetre teremtett Isten, mert szerintem ő maga is ilyen, ő sem egyedül létezik alapból, tehát, hogy ő is minket is ilyenné tett. Tehát ez egy nagyon fontos alapvágyunk, és ugye szinte az összes, amit felsoroltam alapvágyunk, az egy másik emberrel összefüggésben létezik. Egyedül az utolsó, az isteni nem, amikor az Isten való kapcsolati vágyunk van, mert kapcsolatra vagyunk teremtve. Tehát, hogy az, hogy vágyunk a bensőséges, mély szeretett kapcsolatokra, az alapvető és az elemi szükségletünk, hogy ezt erről mit tanultunk meg, hogyan működött ez a gyerekkorunkban, miket ismertünk meg, az egy nagyon erős lenyomat, és nagyon, nagyon korai lenyomat. Uh-huh. És amikor megismerjük Isten szeretetét, szerintem az olyan gyógyító, olyan új fejezetet nyit az ember életébe, és amikor van bennünk erre nyitottság, hogy én akarom meglátni, hogy Isten mit tanít, akarok szembenézni önmagammal, van egy önreflexióm, hagyom, hogy Isten formáljon, hagyom, hogy használjon embereket, rámutasson esetleges, tehát hogy így formálódjak, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon szép út, amit az ember bejár, hogy tényleg így tudjon szeretni, és tényleg így tudjon kapcsolódni, és tényleg ilyen leplezetlen, hogy őszintén tudjon szeretni, szeretni és szeretve is lenni. Hát akkor röviden végül is összefoglalva, ha én együtt vagyok mondjuk feleségemmel, egy jó barátommal, vagy bármilyen emberi lényel, arra vágyok, hogy egy ilyen tartalmas időt együtt töltsünk, úgy álljak fel én is arról, hogy fú, de tök jó volt veled, ő is, hogy fú, de tök jó volt velem, és ez valahogy Isten ezt akarja bennünk kialakítani, de mégis sokszor egy ilyen emberi életközösség, ezt tud nem így is kinézni, tehát együtt vagyunk, vágyakozunk arra, hogy legalább szólj hozzám, legalább figyelj rám, legalább történjen valami, de hogy nem egy ilyen őszinte módon. És itt jön a második ilyen dolog, amiről beszélgettünk az elején, hogy egy ilyen fogalom a Bibliából, amit én a varázslásnak neveztem kicsit, persze ez egy kemény szó meg minden, de talán ez hasonlít a legjobban róla, hogy én szeretnék valamit tőled, szeretném a te figyelmedet, szeretném a te törődésedet, az, hogy te adjál nekem szeretetet valamilyen módon, de úgy érzem, hogy csak úgy nem fogom megkapni, vagy valahogy ezzel a kapcsolat valamiért úgy nem működik, és ezért én rá akarok venni téged, tehát a másik akaratát rá akarom venni, hogy azt tegye, amit én szeretnék, ami az én szükségletemnek úgy a betöltése, De ha ő ezt nem szeretné, akkor is szeretné. Sőt, a végén ő mondja ki, ugye ezt szoktam mondani, hogy akkor még ő boldogan mondja ki, hogy milyen jó ez, hogy ilyesmi. És ezzel végül is megkapom, amit akarok, mert odafigyelnek rám, tehát egy veszekedésnél, egy ilyen vitatkozós játszmánál, majd rá fogunk térni az ilyen konkrét ilyen karakterekre, mert nagyon vicces lesz.
még egy kicsit bírjátok ki, kedves hallgató, de hogy arról szól, hogy én nem értékelem igazából a másik ember szabadságát. Tehát nekem az nem elfogadott, hogy te most nem szeretnéd időt történni velem, vagy te most nem szeretnéd azt a kapcsolatot, vagy úgy azt a kapcsolatot, hanem így próbálom, hogy belőled kicsit illegetem eszközökkel, kicsit kimanipulálva, vagy kikényszeríteni azt, hogy de figyelj rám, de szeress engem, de törődjél velem, mert én akarom. Tehát valami ilyesmi. Igen, és azt gondolom, hogy nem csak az, hogy nem tisztem a szabadságot, szerintem ideig el sem megyünk legtöbbször, hanem már ott elakad a rendszer, hogy valahol nem is biztos, hogy én szerethető vagyok. Csak lehet, hogyha valamilyen feltételek mentén, vagy valamikor, tehát valahogyan, amikor én valamilyen vagyok, vagy valamit teszek. Most ugye ezt kezdtük el boncolgatni, ezt a bensőséges kapcsolatot, és ezt azért gyerekkorba tanuljuk. Tehát amikor egy kisgyerek oda rohan az anyukájához, és átöleli, és mondjuk az anyukája reakciója erre nem az, hogy visszaöleli, vagy megpuszíja a feje búbját, hanem az, hogy na jó, de kislányom, megvan a házi feladatod? Elpakoltál? Aha. Kivitted a kutyát sétálni? Tehát rögtön ilyen tevékenységhez, cselekedetekhez, ilyen konkrét, hogy úgy mondjam, igen, ilyen gyakorlati dolgokhoz köti, például ebben az én példámban, akkor a gyerek megtanulja, hogy csak úgy együttlét öröméért, és hogy ezt nevezzük bensőségességnek, ezt az intimitásnak, hogy annak az együttlét öröme okozza maga az örömöt, és az okozza a boldogságát, az adja annak az egésznek a... Tehát, hogy mintha az úgy önmagában nem létezhetne, mindig valamilyen feltétel van. Ez például az anyuka így indirekt módon már megtanítja. Hát nem egy egyszeri alkalom után, hanem egy rendszeres működés mentén. Ez ki fog alakulni, hogy valahol ennek a gyereknek felnőve lehet, hogy ezzel másféle tapasztalatai lesznek, hogy mi is az a bensőségesség. Uh-huh. Hogy amit ő érez, a másiktól arra milyen reakció, mit kap, az alakítja. Tehát amikor felnőttként ő valahol bensőségességet keres, akkor lehet, hogy ő például segíteni akar, vagy tenni akar, vagy a kedvedbe akar járni. Tehát, hogy a maga eszközeivel, hogy úgymond elkezd játszmázni, mert ő ezt ismeri. Nem is feltétlenül rossz szándékkal akarok a te szabadságot nem figyelembe venni, miközben az is lehet, hogy én nem hiszem el magamról, hogy szerethető vagyok. Tehát elkezdek zsarolva, manipulálva, bűntudatot keltve elérni, hogy te akarj velem lenni, és kvázi szeress. És akkor itt jutunk el igazából a harmadik ponthoz, hogy az Isten az igaz valóság Istene. Tehát ő, amikor megmutat rólunk valamit, vagy megmutatja, hogy mi a helyzet a világgal, életünkkel, bármilyen szívünkkel, akkor ő leveszi a leplet. És lehet, hogy ez csúnya, néha az a valóság. Ha például rá kell jönnöm, nem tudom, 30-ig szévesen, hogy velem ezt csinálta, nem tudom, az anyukám, és akkor itt tudok kapcsolódni, hogy nem tudom, hogy nem tudok, tehát nem látom értékenek azt, hogy csak így együtt vagyunk egymás közösségében, hanem tenni kell valamit, ki kell érdemelni. Szóval, hogy de így rámutat az Isten, és azt mondja, hogy figyelj, kicsim, ez egy hazugság, amit eddig hordoztál, de most ezt ki akarom cserélni egy igazságra. Mert azt veszem én még észre, amikor embereket találkozok, hogy akik ilyen játszmához folyamodnak meg újra, bizonyos területeken, akkor hiába ismerik az Isten igéből, hogy amúgy ezt így is lehetne csinálni jól, egészségesen, tök lasszul, mégis valahogy az, amit kiskorukban így megtanultak, vagy így berögződött, hogy de ez így van, az hangosabban ordít bennük, mint az, amit így megtanultak az igéből. Te is tapasztalsz ilyesmiket abszolút a praxis? De a saját életemben mindannyiunk. Igen, szerintem ezt megéljük, de azt hiszem ebben az is ott van, nem, Peti, hogy meglátjuk Isten igében, hogy mi lenne a jó, mi lenne az út, mit tanít magáról, hogyan működik ő mennyire, ahogy mondtad, egészséges, tehát Jézus annyira játszmamentes, annyira tisztán, szeretően, gondoskodóan tud még konfrontálni is, tehát hogy őtől mindent megtanulhatunk, de a nagy nehézségünk szerintem az, hogy van egy 30 évnyi tapasztalatom valamilyen úton, és hirtelen azt mondjuk, hogy az nem jó. De akkor mi a jó? Tehát, hogy van, hogy az elején van egy ilyen tanácstalanság, egy ilyen elesettségünk, és egy ilyen, kicsit egy ilyen kiugrani a semmi, vagy oké, Istenem, de akkor ezt hogy kell csinálni? Akkor mutasd meg, mert én ezt ismerem. Uh-huh. És hogy olyan jó, amikor ebbe vannak konkrét, gyakorlati módon minták előttünk, vagy segítők, vagy olyan példakép, akire figyelhetek, hogy na például vele szemben, amikor vele vagyok, szabadnak, természetesnek érzem magam, megbecsülve, szeretve, értékelve, vagy hogy milyenek azok az emberek. Szóval sokszor figyelhetjük azokat a környezetünkbe, akik ezt valahogyan jól csinálják. De azt gondolom, hogy ez egy gyógyulás, ez egy út, és ebben Isten tényleg az igéjét, szentelkét, a barátainkat, a környezetünket, a munkatársainkat, a főnökünket is használhatja.
ebben a változásban. Uh-huh. Ez tök jó. Tetszik, amit mondasz, hogy így szabadságban érzed magad a másik mellett. Így eszembe jutott az, hogy ez kicsit így a reklámhaja is, de ezt nagyon szívesen mondom, hogy nem tudom, hogy te ismered a The Chosen nevű sorozatot. Nagyon, igen. Megvan ez a... Igen, nagyon szeretjük. Nagyon elterjedt, tök jó kezdeményezés Jézus életéről, és aki nem nézte meg, érdemes megnézni, mert ott valahogy úgy elkapták Jézus karakterét, hogy így ránézel, és így konfrontál, ha kell, elmondja az igazságot, ott van, terelget, mondja, tehát tök igaz, tök hiteles, tök biblikus, de az a kisugárzás, amit elkaptak nekem, az ilyen nagyon különleges, hogy ez a szabadságban érzed magad, tudod, hogy teljesen szeret, tudod, hogy hibázhatsz, de elmondta, hogy nem ez az út, hanem ez az út. Tehát így szerintem nagyon, nagyon jól lehozták azt, ami kell, és hát mi is ezért akarunk formálódni, tehát én amikor ezt néztem, hogy láttam, hogy na, én ilyen akarok lenni. Uram, én ilyen akarok lenni. És ez nem olyan jó, amikor ezt így megérezzük maguk, tehát hogy milyen az, ami enni, hogy el vagyunk elhívva, hogy legyünk olyanok, mint ők. És amikor amúgy olyan emberekkel találkozunk, akik így nagyon jól tudják Istent képviselni, akár a személyiségükkel, amilyenek, ahogy bánnak az emberekkel, akkor tényleg jó őket is példázni, rajtuk keresztül is egy kicsit ezt gyakorolni, tanulni. Hát igen, hát vannak ilyen ismerősök, az egy nagyon jó így rájuk nézni. Na menjünk bele kicsit még mélyebben az izgalmas részébe, vagy hát így bohózkodtunk ezzel, meg beszélgettünk, hogy vannak ilyen tipikus karakterek, tipikus játszmák, ugye meg a Byrne a könyvébe is ír ilyeneket, meg akik így ennek nyomán így beszélgetnek erről Magyarországon, ilyen szakértők, hogy vannak ilyen tipikus, nem tudom, mint hogyha azt mondanám, hogy ez egy Monopoly, ez egy sakk, ez egy valami, és akkor vannak ilyen tipikus játszmák, és hoztunk 5-6 darab ilyen játszmát így a hallgatóknak, ami nagyon gyakori, keresztényként is nagyon gyakran látjuk, akár gyülekezeti közösségben is előfordulhat, meg úgy mindenhol alapvetően az életben, tehát nem feltétlenül ilyen gyűli specifikus, bár majd az utolsó az kicsit az lesz. Úgyhogy az első karakter úgy neveztük, hogy rúgj belém, ugye? Tehát arról szól, hogy egy olyan ember, aki minden emberi kapcsolatát jól kezdi, tehát elkezd kedvesen barátkozni, ismerkedik, kialakít barátságokat, vagy akár párkapcsolatot, vagy bármi más. De ahogy telik az idő, egyszerűen azt veszük észre, hogy az ember elkezdi provokálni a társát, a barátját, a főnökét, a bárkit, akivel kapcsolatban van, és addig provokál, tehát csinál ilyen fura dolgokat, szélsőséges dolgokat, nem tudom. Majd erről mesélj, hogy szerintem, hogy szokottam úgy ezt provokálni, vagy végbe menni. De a lényeg az, hogy addig provokálja magát a hónapok, évek során, hogy végül elérje azt, hogy a másik ember, aki az ő társa, barátja, ismerőse, az megszakítsa vele a kapcsolatot. Tehát megy, feszegeti a határokat, és amikor ez sikerül, akkor így valami így benne megerősödik. Mi az, ami megerősödik benne? És egyáltalán mi van-e mögött? Aha. Ez a rúg belém, vagy engem úgy se lehet szeretni. Egy kicsit igen, tehát ez, amikor elindul egy kapcsolat, és valahol mégiscsak elérem, hogy elhagyjanak, vagy kirúgjanak, vagy megszakadjon a kapcsolat. És hogy ugye ezek a játszmakutatók azért valamennyire egy bizonyos adott számú játszmát írnak le az életbe, a többi már azok variánsa, tehát ezek így X számú játszmát mondjuk leírnak, és amögé megpróbálja hozzátenni, hogy milyen típusú embereknél látjuk ezt, milyen háttérben, milyen sebzettség lehet az ő hátterükbe, és azt találjuk, hogy ezeknél az embereknél, akik ezt a játszmát játszák, valahol van egy nagyon mély elutasítottság, vagy egyfajta kudarc a korai gyerekkori kapcsolatában, vagy valamiért azt tanulta meg, hogy a kapcsolataira úgyse lehet hatással, úgysem ő irányíthatja, ezért felnőtt korba bebiztosítja, hogy biztosan ő irányíthasson. És miért irányíthatok én? Amit én döntök. Tehát elérem azt, hogy valahol el is utasítva legyek, ahogy megszoktam, mert hát én nem vagyok szerethető. Engem, én valamiért gyerekkorban, ahogy beszéltük, az a sebzettség mentén valamilyen hazugság, egy meggyőződésem alakul ki. Akár az, hogy engem úgysem lehet szeretni. Engem úgysem lehet igazán szeretni. Ezt tehát... a szülők csinálják egyébként? Vagy hogy tudja egy szülő mondjuk ezt elérni egy gyerekben? Ez esetleg, bocs, hogy így belevágok ebbe, de hogy tudsz egy-két ilyen mintapéldát mondani, hogy... Tehát most csak mondtam, ugye nagyon általános, amit most egy hirtelen mondtam, hogy nem vagyok elég fontosra az, hogy egyszerűen 6 gyerek között növök föl. A szüleimnek akkor indul be a vállalkozása, elindul valami, és azt érzem, hogy igazából engem nem szeretnek. Nekem tehát megvesznek minden. Tehát ez olyan hagyjállapa dolgozik. Igen, nekem, engem mindig elutasítanak, rám sosincs idő, engem játékokkal, meg egyéb dolgokkal
ajándékokkal elhalmoznak, de igazi minőségi időt nem kapok a szüleimtől, én nem számítok. De például abban, hogy én nem vagyok szerethető, ugye erre is sokféle okom lehet, akár azért is mondjuk, hogy kis testvéremmel való kapcsolatban van valami olyan meggyőződés, amit a szülők, ahogy védték a kis tesót, túlzottam, vagy esetleg én az első testvér féltékenység mellett, és akkor ebből kialakul, hogy igen, ő szerethető, őt kell védeni, de én nem vagyok szerethető. De ez ilyen nagyon, nagyon sokféle, nagyon árnyalt, az a baj, hogy nagyon sok különböző élethelyzet okozhat hasonló sebzettségeket. De akár egy a szülők, amikor elhagyják a gyermeküket, akár mondjuk a válás, vagy egyéb kapcsán, a gyerekek számára az is lehet egy ilyen üzenet. Miközben ez teljesen hamis, de mégis a gyerekek képesek teljesen a maguk kis gyermeki kognitív képességeikkel a maguk kis igazságait, amik nem feltétlenül azok, összerakni. És amikor ez az ember felnő, akkor valahol elkezdi ezt a fajta mintát, ezt a játszmát játszani, hogy tényleg az jól működő kapcsolat szinte elviselhetetlen, mi van, ha újra elveszteném, mint gyermekként. Ezért inkább én fogom tönkretenni, inkább én fogom eltolni. És ez egy ilyen nagyon érdekes paradox nyereség. Ugye beszéltük, hogy ezeknek mindig van egy nyeressége. Ő nem azt, tehát ő mit nyer ezzel? Ő valahol nyer. A csomó játszmánál a nyereség az, hogy beigazolódik, és újra megerősítés nyer az én belső hiedelmem, meggyőződésem. Ami itt van. Hogy én nem vagyok szerethető. És lám, tényleg. Engem elhagynak, engem kiraknak, engem kirúgnak. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes és szomorú volt. Hát persze, nyeresség. Igen. Tehát, hogy ezek a nyereségek, ami nem mindig az, hogy te elérted nálam, hogy eljövök a műsorba, ez egy ilyen mindennapi játszma. Sajnos ezek a súlyosabb, mélyebben rejlő játszmáink azért nem is annyira pozitív értelembe vett nyereség. Ezek ilyen paradox nyerességek, mert ez egyáltalán nem jó. Egyik félnek se jó. Se az, akit elhagynak, se az, akit végül is így eltaszítottak, hogy hagyd már el. Mit tegyünk akkor, ha ismerünk ilyet a környezetünkben? Tehát hogy lehet segíteni egy ilyen embernek, akiről tipikusan látszik, hogy így valamiért feszíti, de hogy minek nem értjük. Hogy álljunk egy ilyen emberhez? Hogy segítsünk neki, szerinted? Én nagyon szeretem azt a megközelítést, amit én is használok a munkámban. Hogy erre persze meg kell, hogy legyen az a bizalmi kapcsolat, meg az a fajta, igen, tehát az a bizalom tankjába kell, hogy legyen annyi, hogy én most jöhessek ezzel, hogy valamit így ilyen konfrontációval élhessek. Ezt ki kell érdemelni, a konfrontáció jogát. Tehát, hogy valami úgy el tudjam neki mondani, hogy amúgy, amikor veled vagyok, és most már x éve jó barátok vagyunk, ahogy egyre mélyülőnek érzem a kapcsolatunkat, mintha egyre nagyobb pofonokat kapnék tőled. Olyan furcsa, hogy úgy érzem, mintha minél jobban, minél közelebb lennék, annál több pofont kapok. És hogy, tehát azzal, hogy én megmutatom neki, hogy milyen érzés az ő közelébe lenni. Ez akár, ha ő jókor, jól tudom mondani, és pont meghallja, mert készen áll rá, hogy ezt így meghallja, akkor ebből ő elindulhat egy önismereti úton. Ő elindult arra, hogy rájön, te jó ég, tényleg 3-4 párkapcsolaton keresztül egyenest csináltam. 2-3 munkahelyemben ugyanezt történt. És akkor így van, hogy így az embereknek összeáll valami. Hogy tényleg. És ez micsoda, és hogy ezt miért csinálom, és akkor már lehet változni, és lehet gyógyulni. Ha én keresztényként ezt észreveszem magamon, hogy ezt csinálom, akkor milyen jó tanácsot mondál nekem? Ha én most döbbentem, hogy hallgatom a hétfő esti bekérdezőt, és én ezt csinálom. Hát szerintem elsődlegesen ez így tök jó, hogy amikor már tudatosítunk egy játszmát, és ez minden játszmára igaz, onnantól kezdve már nem rejtett, már nem játszma. Tehát amikor már valamit tudatosítok, az egy ellenszere a játszmáinknak. Persze vannak, igen, lehetséges, hogy van, aki úgy játszmázik, hogy pontosan tudja, az már nem is ez a kategória, meg az már nem ez a témakör, már kicsit más. De hogy amikor az ember tudatosít valamit, onnantól kezdve már világosságra van hozva. És onnantól kezdve már tényleg oda lehet vinni Istenhez is, de ugyanúgy be lehet hívni, tehát hogy segítsen, mert ezt így nem akarom, meg én ebből változni szeretnék. És persze attól függően, hogy milyen ez a játszma, milyen felismerés, miket hoz ez elő, esetleg ebben így valamilyen segítséget keresni, szakértő
személybe, vagy olyan jó barátok, vagy akik úgy látom, hogy érettek a hitükbe, a személyiségükbe. Tehát, hogy így akkor ebben így elindulni, és ebbe elkezdeni gyógyulni, olvasni erről. Tehát ők is reflektálhatnak, hogy figyelj, szólj már rám, amikor ezt csinálom, mert szeretném észrevenni. Mert, tehát ilyen is lehet akár, ugye? És amúgy ez nagyon igaz, hogy amit tudatosítunk, onnantól kezdve már van egy választásunk. Aha. Tehát ha én tudom, hogy ezt csinálom, és ott állok abban a helyzetben, és most megint elkezdeném így ekézni a másikat, de rájövök, hogy biztos azért, mert amúgy kezd nagyon fontos lenni. És akkor nem mondom ki. Tehát ott már van egy döntésem, és ott már van egy választásom, ami már a tudatosság szintén, onnantól kezdve választhatok. Nagyon jó, nagyon jó. Jó, nézzük már a második karakterünket, most egy kicsit másfajta, azért többféle arc van ennek a játszmáknak, amiről beszéltünk, hogy úgy hívják a második karaktert, hogy elkaptalak, te gazember. Milyen ez az ember, ugye nem bírja elviselni a tekintély személyeket maga fölött, tehát legyen az főnök, legyen az lelkivezető, aki a lelkipásztor a gyülekezetbe, vagy tanár, mondjuk az egyetemen, vagy akárhol, tehát van, aki fölé van rendelve valamilyen szempontból, és folyamatosan azt figyeli ennél az embernél, tekintély személynél, tehát azt nem tudja elfogadni, hogy ő normális ember, tehát gyárilag, hogy nem, mert az a tekintély személy valami vaj van a füle mögött, és én addig fogom kutatni, addig fogom keresni azt, hogy mi a rossz, mitől hiteltelen, mitől gáz az ember, amíg egyszer csak rátalálok, általában valami apróságra, hogy mit tudom én. Átment egy piros lámpám, vagy ilyesmi, na tudtam, elkaptalak te, mert te mindig is tudtam, éreztem belül, hogy te egy nagyon, te nem vagy egy hiteles vezető, te egy nagyon gáz vagy. Igen. Tehát, hogy ezt nyomatják folyamatosan, ez egyébként a főnökök rémálma az ilyen típusú ember általában, hogy nem lehet mit kezdeni vele, mindig támadva vannak, igen, de mi van e mögött? Hogy néz ez oda ki? Na szerintem itt pont az van, amit az előbb említettünk, hogy az, akiknek valamiképpen az életében, valamilyen kora gyermekkorban, valamilyen ilyen tekintélyszemély, általában szülőtől elszenvedett sérelem, sebzettség, elhagyás, nagyobb csalódás. Itt mondanám igazából a válás, de a haláleset, mert a gyerekek számára az ugyanúgy egy elhagyás, tehát az neki egy ugyanolyan csalódás. Apa, miért hagytál itt 6 évesen, és csak meghalt? Igen, tehát hogy ez mondjuk így össze is, tehát ez így a kettő akár. De hogy ez a fajta csalódás, ez egy olyan mély fájdalom, hogy ezt mindenáron elkerülve, ezt a csalódást, tehát a csalódástól megmenteni magamat, azáltal tudom, ha én most nagyon figyelek, és mindenki, aki tekintélyszemély, mindenki, aki fontos, arra figyelek, mert itt tuti, valami simli van, valahol valami kiderül, és úgysem az, aminek látszik. Tehát elkezdem valahol így bebizonyítani, hogy igazam van, és mindenki simlis. Senkiben nem lehet megbízni. Tehát így elérem, hogy ne kelljen bízni, ne kelljen megbízni, ne kelljen sebezhetővé lenni, és bensőséges kapcsolatba kerülni. Úgyhogy ez akár egy párkapcsolatban, de amúgy mondtál, ugye, hogy ez mindenféle egyéb kapcsolatban, hogy én azért figyelek, és szemmel tartom, hogy tuti, hogy úgy, ahogy te vagy, ez így nem működik, te valamit rejtegetsz. És... hát igen, mi van, ha egy ilyen ember van a környezetünkben? Tehát úgy mondtam, hogy például a főnököknek rémálma, de talán párkapcsolatnál az nehezebb, mert azért hosszú távon kibírni egy ilyen ember, mert úgy az egy másik dolog, de biztos van ilyen is, de talán inkább ilyen tekintésszemély, hogy tudunk segíteni neki, hogy ebből kizökkenjen ebből a játszmából, amiket csinál. Hát igen, ez nehéz, mert ugye ez elég alapvető sebb, itt valahol a bizalom környékén van, és ez így nehéz. Tehát ebben valahol a következetes, kitartó, szeretetteli bizalmat elnyerő viselkedés, amire nem immunis az ember. Szóval ez azért, ezt észrevesszük, de onnantól kezdve kezd egyre feszegetőbb lenni a dolog, hogy ez a másik, ha fontossá válna, az mit jelent számomra. De én azt hiszem, lehet ilyeneket is mondani, hogy figyelj, amikor veled beszélgetek, úgy érzem, mintha vizsgáznék. Vagy olyan, mintha állandóan ellenőrizve lennék. Tehát valahol visszajelezni azt, hogy az ő viselkedése bennem mit kelt. Ugye általában mindig ez a megfelelő út, hogy nem azt mondom, hogy te ilyen, meg ilyen, meg ilyen vagy, meg te ezt csinálod, mert ezzel elérem, hogy ő lezárjon, lehúzza a falait, és elkezdjen védekezni. De ha így kedvesen, szeretettel, de határozottan így reflekt, visszatükrözöm neki, hogy figyelj, amikor veled vagyok, akkor állandóan azt érzem, hogy megkérdőjelezve vagyok, vagy bizonygatnom kell az igazamat, és vizsgázom nálad, hogy, hogy ez olyan fárasztó, pedig olyan jó a társaságodban lenni, de ez nehéz. Tehát valami ilyesmi, amikor így visszajelzek, hogy mit csinál, és
megint csak, ha ez jókor hangzik el, egy megfelelő környezetben, egy olyan lelkiállapotban, lehet, hogy a másik elkezdi meghallani. Tehát ez a, én jót akarok neked, egyébként is szeretlek téged, tök szívesen vagyok veled, de mindig, a, tehát hogy bizonygatnom kell az én hitelességemet, tehát azt, hogy ha jól értem, hogy így, hát tudod, nem vagyok tökéletes, de hát mégiscsak azért folyamatosan azt érzem, hogy nekem ezt kell bizonygatnom, hogy nincs valami hátsó rossz indulat, és nem utálsz, és nem akarsz rosszat, és, vagy nem utállak téged, nem akarsz rosszat. Igen. Akkor ez egy lassú folyamat így főnökként, hát meg ilyesmi, hogy így kiérdemelni ezt a icipici-pici bizalmat így apránként. Igen, meg azt gondolom, hogy erre nem mindig ilyen éretten és kedvesen reagálnak, vagy ilyen jó szemlélettel az emberek, szóval igazából visszanyeri, hogy mondjam, igazolást nyer, amit ő, az ő benső mottója. Tehát a játszma, mert ő nagyon provokatív. Mert provokatív, tehát az emberek elkerülik, meg nem jó a társaságában lenyere, mert jaj, ez megint itt van, ez állandóan feszeget mindent. És, tehát hogy igazából valahogy megtörténik az, ami a játszma megint csak így, az ő benső mottója, hiedelme valahol így igazolást nyer. Hogy engem sose szerettek, és azért se, és persze, és igen, nem lehet. Igen, lehet bízni, hát lám, tessék, hogy viselkednek. Aha. Mi van, hogyha én vagyok ez az ember? Ha vele ismertem. Most felveszem minden embert, én vagyok ez. Gyere hozzánk! Ez már a pszichológia eset, ez most már azért kell. De... Szerintem ugyanaz. Tehát ami a világosságra jön, amit már látok, amit már tudatosítottam, amiben így elind, az egy hatalmas, a siker felé vezető út legnagyobb lépését megtettük, a felismerés. Talán abban az is benne van, tehát a Biblia is azt tanítja, hogy minden ember bűnös, tehát nem fog tökéletes embert, partnert, főnököt látni magával szemben, mert mindenki tud hülyén viselkedni. Abszolút. Most ilyen egyszerűen fogalmazva, de hogy valahogy ezt egy Istentől el kell fogadnia, hogy ez az élet része, és mondjuk a pici hülyességen nem kell fennakadni feltétlen, hanem ő is ember, én is ember vagyok. Nem? Tehát ugye van azért egy pici ilyen önigazolás, mondjuk a keresztény oldalon vagyok, hogy ha én csinálnám, ha én lennék, akkor én biztos jobb lennék, mert ilyet sose tennék, és bezzeg ő biztos ilyen meg olyan, és hogy kicsit ez kell egy ilyen alázat is, elfogadjam, hogy miért én külön vagyok, nem? Igen. Jó. Hát reméljük, hogy az elkaptak leg az emberek is megtalálják a megoldásokat. Harmadik karakter, jó, menjünk picit tovább, mert izgi meg közben, mennyi is az idő. Hát ez egy nagyon jó, ez a mindig engem bántanak, pedig én csak segíteni akarok. És ugye arról van szó, hogy van egy ember, aki mindig mindenkinek segít, másokat kiszolgál, tehát szétdolgozza magát a magánéletében, otthon, a háztartásban, a munkában, csak így szolgál, adja magát. Egyébként ez a fajta játszma, szokták mondani, hogy nőknél gyakoribb, nem tudom, hogy ebből egyetért esze, de valószínűleg ez a családanyáknál tipikusan ez a dolgozók, de közben gyereket nevel, de közben háztartás, és a többi. Ez a férfiaknál is előfordul. Tehát folyamatosan robotolok otthon, megcsinálok mindent, egyben tartom a családot, amik általában családi kontextusban jön ez föl gyakrabban. De ugye ennek az az ára, hogy a társam rosszul érzze magát. Tehát azért leverem rajta. Tehát azért, amikor hazajön, elmondom, hogy én ezt megcsináltam, meg azt megcsináltam, és annyira fájtok, de még előttem van ez, de meg fogom csinálni. Tehát érezze, hogy ő azért semmit nem rak ez hozzá. Vagy a másik, ilyen keserédes gyümölcs, hogy ez a, te nem el nekem ellent mondani, mert megvásároltalak. Tehát Krisztina, te ebbe a gyülekezetbe jársz, itt hallgatod a tanításokat, minimum meghallgattál 5 szerdő estét tőlem, úgyhogy a kötelességet, ugye már ennyit tettem érted, akkor gyere el velem beszélgetni, vagy valami ilyesmi. Igen, értem. Tehát, jó, úgyhogy érez rosszul magad, mert hogyan mondhatnád azt, hogy nekem nincs igazam, vagy az én akaratom nem jogos, aki annyi mindent tett érted. Tehát ez egy, mi van e mögött? Hogy néz ez ki? Ez a miért mindig engem bántanak, igen, ez, hogy te is mondtad, egy ilyen igazából ez egy ilyen, próbálok mindig mindenben helytállni, nagyon sok mindent teszek. Általában gyerekkorban ez valahol úgy csapódik le, hogy valahol ott is megtanultam, hogy akkor vagyok szerethető, hogyha teszek, ha megfelelek, ha úgy viselkedek, ha ahogy. Tehát amikor jól viselkedek, amikor megfelelően hozom, amit várnak tőlem, akkor vagyok szerethető, és akkor kellek. És ebből kialakul egy ilyen túlalkalmazkodás. Tehát a gyerekkorban megtanulunk így nagyon alkalmazkodni, és ebből adódóan felnőtt korban is folyamatosan így alkalmazkodunk, és hát túlalkalmazkodunk.
megpróbálok megfelelni a munkahelyemen is, de még rám lehet lőcsölni az x-edik feladatot és projektet, nem tudok nemet mondani. A családomban is mindent megteszek, tökéletesen csinálom, a gyerekeim mindig jól fésültek, mindig szuper uzsonnát visznek, mindig jól, minden házi megvan, mert én otthon rendet tartok, otthon a háztartást vezetek, de belül fortyogok, meg belül azért csalódott vagyok, mert valahol ugyanezt a mércét várnám a másiktól, hogy a férjem ugyanezt hozza már, és ugyanígy működjön. Ő meg milyen jó el van. De ő meg mondjuk vacsora után, amikor már lepakoltuk az asztalt, már letettük a gyerekeket, ő le tud ülni, és megiszik akár egy sört is, és pihen. Őt neki erre van ideje? Tehát, hogy valahol ő amúgy, aki egészségesen működik, azt tudja mondani, hogy én erre nincs szükségem, hogy állandóan tevékenységekben legyek. De ugye itt is itt a játszma, hogy én adok, de van ebben egy túlalkalmazkodásból, egy megfelelésből, a szeretet elnyeréséből fakadó túlzott, hogy úgy mondjam, cselekvés. És aztán pedig valahol van egy méreg, egy belül egy harag, egy ilyen hesztelés, hogy te meg nem. És hogy ebben is ez egy ilyen, hát egy nem túl jó kör. Mert ez a mártír, de nem őszinte mártír. Igen, tehát ez is nevezhetjük annak is, és igazából valahol a másiktól várnánk, hogy ő felmentsen a feladataink alól, hogy ő azt mondja, jól van, hát ne csináld, nem kell, de hogy igazából ehhez nekünk kell oda eljutni, hogy határokat tudunk húzni. Ez nagyon erősen összefügg a határhúzás az egészséges határokkal, hogy nekem kell elkérni a másiktól, hogy én most már nem fogok ebédet főzni, vagy ma most menjünk étterembe, vagy rendeljünk. Amit lenni a másik boldogan megtesz. Csak valahol ez az én belső mottom, az én belső meggyőződésem. És valahol ebben is így nyerek igazolást, hogy ha én mindent megteszek, ha jó vagyok, akkor vagyok szerethető. Csak ez egy nagyon fárasztó belső üzenet, vagy egy élet, hogy úgy mondjam. Ezzel meg kell küzdeni a szeretetért. Ugye eszembe jut, hogy az evangélium ennek teljesen az ellentéte, ahol Isten ajándékba csak úgy szeret, csak úgy ő döntött, hogy minden tudat, hogy ő majd szolgál helyettünk. Kicsit a Mária meg a Márta története jut eszembe. Ugye, hogy ott volt Márta, aki csak úgy leült, és csak hallgatta Jézust, és hogy ez egy mekkora szégyene volt a családnak, hogy hát nem segített Mártának, és a Márta meg így ezt nyomta. Igen. Mert úgy gondolt, hogy így tudja Jézust legjobban tisztelni, meg szeretni, hogy ezért. Tehát neki is megvolt a maga motiváció, nem rossz indulat volt, egy jó ember volt a Márta, de mégis elmondja neki Jézus, hogy figyelj, a jobbik részt választotta. Hát igen, és ennek a személynek is lehet, hogy meg kell tanulnia, vagy a társa, vagy a főnöke, bár a főnök, tehát a munkaszituációban ez egy ideális karakter. Hát ez az a munkaerő, akit ki lehet végtelenségig használni. Szóval ott sajnos ne várjunk nagyon sok segítséget. Előléptetés, még több munkát. Még több munkát, még több felelősséget, ha csak nem egy jó érzésű és egészséges főnökünk van, aki azt mondja, hogy ez már nem jó. Vagy aki konfrontál ezzel, hogy ez sok, hogy ez nem kell, ez nem jó. És igazából ezeket az embereket meg kell tanítani pihenni. Meg kell tanítani, hogy nem minden pillanatot hasznosan kell eltönteni. Hogy lehet lazítani, szabad, és az rendben van, hogy megtanulni azt, hogy akkor is jó és szerethető vagyok, hogyha nem éppen hasznos tevékenységekkel érem el, vagy nyerem ezt el. Tehát, ha ismerünk ilyet a környezetünkbe, akkor milyen mondatokkal lehet? Vagy őt könnyű ebből kizökkenteni, hogy azt mondom, hogy figyelj, pihenjél már, mert lehet azt mondani, hogy nem, mert még ott a mosogatás, vagy hogy, vagy lépjek oda, hogy akkor most én mosogatok helyetted, vagy ez hogy működhet jól? Hát ez is olyan egyszerűnek tűnő kis probléma, és a mindennapokban tökre ott van, de azért sok konfliktust okoz, mert a párokban, a családok, párok között, azért ez megjelenik. Hát ezt megéljük, megélem én is, hogy én tenném, csinálom. Tehát, hogy valahol közben meg ott van hátul, hogy de mégsem segítenek eléggé, a másik meg miért nem. Tehát, hogy meg kell tanulni egyszerre azt is, hogy lehet lazítani, ahogy mondtam. Ez egy ilyen, de valamiért mögötte akárhogy is fel kell valahol bontani, de milyen belső motto, meggyőződés motiválja ezt? Miért van ez benne? És ott már az egy ilyen komolyabb meló, mert ott már rájövünk, hogy ő hol tanulta ezt? Ő neki mikor alakult ez ki? Miért tanulta ezt? De akkor mondjuk ezekre rákérdezhetünk, hogy mondjuk ha a feleségünkről van szó, most úgy csinálunk, mintha én feleségem lenne szó, de hogy a figyú, miért érzed úgy, hogy neked minden este mindent ezt így meg kell? Tehát, vagy mit történne akkor, ha most ott hagynád a mosatlan testére? Tehát mit érzel ilyenkor? És akkor tudunk így, tehát ő elkezd akkor magára, hogy mélyebben gondolkodni, hogy vajon miért? Igen, tehát ezek kizökkent? Figyelj, kicsim, próbáljuk ki, hogy ma este mindent itt hagyunk a pulton. És most úgy elengedjük magunkat, hogy kiülünk a teraszra,
megiszunk egy teát, egy limonádét, egy sört, és most beszélgetünk. És akkor itt jön be, most tovább visszük ezt a játszmát. Hogy sok embernek lehet, hogy pont ez a cél. Amikor tevékeny vagyok, sürgök, forgok, akkor nem érek rá kapcsolódni, és mély intimitást kialakítani. Tehát így én sose egyszerre fekszem le például a férjemmel, sosem ülünk ki a teraszra együtt beszélgetni. Mert tehát mit annyira, mondanék? Ennyi, te jó ég, igen, mi lenne, ha ott már ugye egy másik nehézség esetleg, de hogy sokszor az emberek azért, vagy nők, vagy, de ez nem csak nők, de ilyen szempontból, amit mondtál, igaz, hogy a család összetartása, meg az egy nagyon erős, bensőleg jövő női ösztönös viselkedés, és akkor az egy könnyen bele lehet ebbe csúszni, de közben meg morgunk. De hogy ez egyszerre egy kicsit ilyen, hogy úgy mondjam, eszköz arra is, hogy elkerüljünk bizonyos bensőséges pillanatokat, amire nem vagyunk készek, vagy nem tudjuk, hogy kell. És amúgy ehhez tartozik már, hogy az egyik oldalt néztük, ez a másik oldal mennyire tartozik ehhez, hogy ez azért is csinálom, hogy te tartozzál nekem. Szerintem ez attól függ, igen, tehát hogy az, aki morog, aki sokat tesz, de aztán morog, az inkább szerintem ez a belső elégedetlenség, és kicsit így a bünteti a másikat aztán. Aztán a másik egy kicsit vezekeljen, meg teperjen jobban. De ez a leköteleződés dolog, ez is szerintem tökre megvan, mert valahol ez egy ilyen pszichológiai törvényszerűség, hogyha adunk, akkor a másiknak sokkal nehezebb nemet mondani. Tehát, hogy van ennek egy ilyen belső tehát ez egy megfigyelt hogy mondjam, igazság, hogy amikor valaki több mindent kap, akkor utána sokkal nehezebben tud határt húzni, és nemet mondani valami számára nem kellemes dologra. De a marketing szakemberek is használják. Tudjuk, ugye? Így van. Tehát előbb adunk valamit, és utána kérjük, hogy aztán fizess elő meg. És azt mondja, hogy nehezebb, mert hát már kaptunk. Ez működik. De nem egészséges, és nem őszinte. De nem. Igen. Sajnos, igen, igen. Mi van, ha én vagyok ez? Te vagy, aki sokat mosogatsz este? Hát azt mondjuk nem annyira, de... De ha én, hogy így mindenkiért mindent megteszek azért, hogy így... Szerintem nagyon fontos lenne a határhúzás, a határoknak az egészséges, jól, határozottan, de szeretettel kommunikált határok, hogy jogomban el nemet mondani, szabad vagyok arra, hogy nem kell mindent megtenem. Mi van akkor, ha nem teszem meg? Tehát egy kicsit elkezdeni ebbe az irányba elindulni, és ez igazából csak akkor fog megtörténni, egymagadra ismertél, meg ha ez elég kényelmetlen neked. Tehát valakinek megfelel ez, most csak megint csak furcsa mód, vannak ezekben a játszmákban ilyen paradox nyerességek. Valamit elkerülök, valami nem kell, hogy megtörténjen, vagy igazolódik a hiedelmem. Ebben az esetben lehet, hogy valami olyan dolgot nem kell így megtennem, amit nem akarok. Tehát akkor fogok változni, ha jó esetben te vagy ez, és még változni is akarsz. Tehát amikor, hogy ez elég, már elég rossz neked is. De figyelj, keresztény vagyok. Tehát én a hitem arról szól, hogy nekem mindenkinek segítenem kell, nem? Tehát ha Jézus képére formálodok, akkor küzdjek ezekért a határokért ebben, mikor pont, hogy ez micsoda keresztény erény, hogy én mindenki, aki csak kér, minden időmet, mindenemet odaadom. Hát akkor most mi a Jézus útja? Hát akkor azt mondom, hogy bár Jézus sem gyógyított meg mindenkit. Még Jézus sem volt az, aki mindig, ő is volt, hogy félrevonult és elment. Tehát, hogy még ő sem az volt, aki mindig mindenkit állandóan megment. Ha ő nem, akkor neked sem kell. De igazából ez a téma külön egy nagyon érdekes, és szerintem nagyon hasznos a keresztények számára, szuper jó téma. Pont azért, mert bennünk ott van ez a tanítás, ott van előttünk ez a minta, és ezt azért félre is lehet értelmezni. Szerintem ebben a témában nagyon jó könyvek is születtek. Szóval ez a Határaink című könyv nagyon jó, és nagyon biblikus, és mégis szakmailag is nagyon jól megsegít minket, hogy hogyan legyenek egészségesek a határaink. Mert pont a szeretet nem valósul meg. Amiatt. Jó, lépjünk tovább, szerintem az elég inspiráló volt azoknak, akik épp ebben vannak, vagy ilyennel találkoznak. Negyedik karakter, ez is nagyon érdekes lesz, úgy neveztük el, vagy úgy neveztük el a Burn is, hogy a terrorista, vagy a tank. Ugye ez egy általában nagy energiájú, sokat dolgozó, nagyon lelkes ember, hatalmas munkabírással, aki megy. De azon, hogy így állandóan bizonyítani akar. Tehát be akarja bizonyítani, hogy jobb a munkatársainál, jobb a családtagjainál, többet tud dolgozni, jobban tudja a dolgokat.
jobb megoldásai vannak, uh-huh. tehát mindig mond valaki egy A megoldást, akkor mond egy B-t, hogy de ez jobb, mert ezt én mondom, és akkor tehát így mindig így rá kell überelni a másik emberre, uh-huh. és kicsit azt az üzenetet bombázza folyamatosan az emberek felé körülötte, akár vezetőként, akár családfőként, akár vagy bármiként. Ez talán itt meg talán egy picit több a férfiban, aki ezt csinálja, talán. Ha uh-huh. volt már egy női, és ez kicsit ilyen férfias, ez a ti nem fogtok velem felélni soha, uh-huh. mert én ezt így sokkal jobban tudom. És ugye akkor van elemében, erről beszéltünk, ezt így írja ez a könyv, hogy ha diktálhat a környezetének, tehát ha megmondhatja, hogy ezt így kell, és ha valaki ellenáll, vagy kirobban vele szembe, hogy na most már elég, már unom, vegyél már vissza, mert ezt már fulladozom attól, amit, uh-huh. amit így nyomatod magad, vagy ilyesmi, akkor pedig ilyen megvert hadseregként viselkedik. Igen. Tehát, hogy vagy megy, mint a győzedelmes, nem tudom, kicsit, de a hadvezér, igen. vagy ha szembeállnak, akkor mint akit így el kell vonulni. Tehát nincs, tehát vagy győzelem, vagy veszteség, nincs olyan, hogy na jó, akkor kooperáljunk, vagy valami. És ilyenkor az, hogy a környezetben levő emberek, vagy így menekülnek, tehát hasonlóan a másik ilyen üldöző, ez akiről beszéltünk, mm-hmm. ez a elkaptak te az ember, hogy jó, hát én veled, én nem fogok mm-hmm. veled, mert én ezt már nagyon unom. De sokan meg megmaradnak ugye a környezetében, mert hogy azért odáig nem tolja ezt a dolgot, uh-huh. hogy teljesen tönkretegye a többi embert, mert hogy kell a közönség, uh-huh. tehát hogy kell, akinek diktálhat, ezért akkor látja, hogy már nagy baj, mert akkor kicsit visszavesz, és akkor uh-huh. megbocsátanak neki, és akkor lehet tovább diktálni neki. Sőt, hogyha kiakadnak rá, akkor sokszor ugye nem érti, sőt hálátlannak tartja a másik embert, hogy hát most hát én most miért vagy? Hát én ilyen vagyok, jó, kicsit uh-huh. hangos vagyok, de hát mi a baj azzal, hogy én megyek? Na mi van e mögött? Hogy néz ki ez a játszma? Hát általában valamilyen, és ebből már sejthetjük amúgy, egy kicsit azért a játszma maga elárulja, hogy mi lehet a sebzettségünk. Valamilyen gyerekkori sérelem, kudarc, veszteség, megszégyenülés, amit felnőttként minden áron szeretnék elkerülni. Tehát uh-huh. én most azért már olyan pozícióba úgy irányítom, úgy diktálom a dolgokat, hogy ez ne történhessen velem meg még egyszer. Uh-huh. És akkor, ahogy mondtad, ugye ebből ezelől sokan menekülnek, de sokan nem tehetik. Tehát a gyerekei, meg a felesége, vagy a férje, ugye nem fedően rohanhat el rögtön. Tehát, mm. hogy ennek is megvan a játszmája, ahogy mondtad, hogy ő megy, ő mondja, ő csinálja, és általában ezek ilyen hatékony, jól működő emberek, és okosan, jól csinálják, csak, mm. csak ilyen hadvezérek otthon, vagy főosztályvezető orvosok otthon is meg. Tehát akik így rendezik, irányítják, mondják, csinálják, tehát mellettük úgy, nem kellemes, és nem könnyű élni. És amikor egy idő után tényleg így fellázad, valaki megfogalmaz valami nagyon erős dolgot, vagy hát kimondja, hogy ez nem tűri, akkor meg így egy kicsit összeroppan, hogy most mi van? Hogy ő jót akart. Hát ő tényleg csak a legjobbat akarta. Ő mindenki érdekét nézi. Hát csak közben mindenkinek kicsit átgázol. Uh-huh. És akkor valóban egy kicsit ilyen megtört, összetört, hogy is nevezted, ilyen megtört csereg. Uh-huh. Tehát, hogy ez is egy érdekes, ahogy mondtad, ő nem akarja a kapcsolatot elveszíteni, neki szüksége van a kapcsolatra, és akarja is azt a nézőközönséget, a többieket, akik ehhez asszisztálnak, akiken keresztül ez az egész működik. De ezt úgy képzeljük el, hogy mit tudom én, kiskorkóval, kisgyerekkorában, mit tudom én, nagyon megalázták, vagy nagyon olyan szituba került, ahol így eldöntött, hogy na velem ez többet nem igen. történhet meg. És gyakorlatilag, hogyha azt mondják, hogy állj, elég, ezt ne csináld, akkor ugyanez az érzés jön vissza, hogy engem most így legyaláztak, hogy na már megint szembe. De ebből is látszik, hogy ez a vezető igazából egy nagyon egy sebzett kisgyermek van mögötte. Aha, aha, és amikor rápirítanak, akkor ugyanúgy ez a sebzett kisgyerek jön elő, hogy hogy ő nem feltétlenül rossz szándékú. Uh-huh. És amúgy a játszmáink nagy része nem rossz szándék, aha, hanem a gyermekkori sebzettségünkből uh-huh. eredően az önmagunk, hát hogy mondjam, védelme, vagy a hiedelmeink védelme, vagy a... Erősnek tehát, hogy, kell lenni, nem igen, egy gyengére mutatkozni. Igen, tehát egy csomószor ezek olyan megtanult dolgok, amik valamiért a túléléshez kellenek, vagy a működésünkhöz, vagy a meglevő egyensúlyunkhoz. Csak hát ez egy nem egészséges, tehát ez egy kicsit diszfunkcionális, uh-huh. de attól függetlenül sajnos sok esetben, mivel működött, ezért ezt használjuk. Uh-huh. Tehát ez is valahol öli az őszinte szeretetet meg kapcsolatokat, mert hát akkor igen. inkább nem beszélgetnek vele, mert jó legyen, tehát a környezet, hogy akkor hát jó. És ez is megint úgy milyen érdekes, beszélni. Hogy lehet, hogy most bebiztosítom, hogy velem többet nem történhet meg, de nehéz lesz igen bensőséges mély kapcsolatokat, mert a szeretet kapcsolatban ez a fajta, az a diktátor, meg a
az őszinte szeretet, az valahogyan nehezen jön egyszerre, vagy fér meg egymás mellett. Embereknek nem esik jól. Nem, igen. igen. Hát ilyennel is, ja. Ezek mindig ilyen nagyon gyakoriak, azért hozzuk ezeket. Mi a helyen van a környezetünkben? Na őt hogy lehet kizökkenteni vele? Hát igen. Mit lehet csinálni? Mit nehéz ügy. Nehéz ügy. Miközben látjuk, hogy ő is azért valamennyire úgy meg tud törni. Tehát... Nem lehetetlen akkor. Nem. És szerintem ezt is szeretettel elmondani. Határozottan, de szeretettel. Hogy melletted egy kicsit legyalulva érzem magam. Tehát kifejezni az én érzésemet. Milyen az ő környezetében élni. Vagy hogy a gyerekeit rámutatni akár, hogy szerintem... Tehát, hogy ő nekik is ez miért nehéz. Vagy. Tehát, hogy szerintem valahogy rámutatni arra, hogy egy kicsit gondolkozom, mielőtt beszél, kicsit legyen tekintettel a környezetére, próbáljon meg figyelembe venni másokat. Tehát ez egy ilyen út, és ez egy türelemmel, szeretettel. És... Mi van akkor, ha én vagyok ez? Ezt mindig megkérdezem. Mi van, ha most így rám is magamra ismertem? Ez. Az, hogy... Vegyek vissza az arcból. Légy tekintettel, kezdj el figyelni másokra. Amikor nem annyira azon dolgozunk, hogy magunkat megvédjük, bebiztosítsuk, akkor sokkal jobban meglátjuk a környezetünket is. De amikor a fókuszom nem állandóan azon van, de ezek megint csak, amikor játszmában vagyok, akkor az egy ösztönös, megtanult automatizmus. Amikor tudatosítom, hogy te jó, igen, ilyen vagyok, akkor az abban a megtöretésben már van egy kezdet, egy új kezdet is. Tehát akkor meg kell tanulni valami újat, meg kell tanulni, hogy amúgy én mitől félek, megnézni ennek a jéghegynek az alsó részét az életembe. És van, amikor ehhez tényleg jó egy szakember, de azért nem mindig kell. Van, amikor ezeket azért elég gyors átláthatom, vagy megértem, vagy Isten megmutatja, hogy szól. Vagy... Szóval, hogy ez azért erre való nyitottságot érdemes, és aztán meg már a munka onnan. Lehet, hogy Isten ez engem azzal vigasztalna, hogyha én lennék ez az ember, kicsit így fölveszem, hogy ugye megtört sereg vagyok, tehát eldöbbentem, hogy nagyon ilyen vagyok, és ez nem jó. De vagy van bennem egy félelem, hogy tartanom kell, mert nem történhet meg. Tehát, hogy mi van, ha kiesik a kezemből, vagy valami az egész élet nevű dolog, hogy tulajdonképpen én, Jézus nagyon szeret engem, és megváltott, és az ő karjába hullok akkor is, ha kiengedem. Tehát, hogy igazából ezben az életben gyakorlatilag, ha komolyan veszem a kereszténységemet, és azt, hogy meg vagyok váltva, és az örök életre elhívra, akkor semmit nem veszíthetek. Tehát azzal, hogy elveszítek bármit így földi értelemben, hogy hatalmat, tekintély, pozíciót a családomban, a munkahelyemen, az akárhol, stb. Lehet, hogy ez megtörténik, de valójában Jézussal kapcsolatban, a legnagyobb értékkel kapcsolatban az igaz, semmit nem vesztek. Mert és akkor mi van, ez történik? Mi van, ezeket elveszem? Semmi. Igen. Elvileg. Meg hogyha felengedem az eddigi önvédelmeimet, és hagyom, hogy ő álljon ki értem, vagy ő töltsön be. És szerintem ez nagyon bátorító, hogy alapvetően ezek a vágyaink, azok a sebeink, amikre szükségünk lenne, hogy fontosnak érezzük magunkat, hogy szeretve legyünk, hogy Isten teremtett minket ilyenné. És azt mondja, hogy amire szükségünk van, azt ő be fogja tölteni. Tehát annyira jó arra gondol nekünk hívőként, olyan erőforrásunk van ehhez a változáshoz, ehhez a gyógyuláshoz, hogy igen, eddig így szoktam meg, hogy kierőszakolom a szeretetet, a figyelmet, a törődést, a hatalmat, a kontrollt. De hogyha ezt nem teszem, igen, csupaszom, mesztelen, ott állok eszköztelenül, de hogy tudom, hogy hogy elengedem, hogy én így ezekkel az eszközökkel valamennyit megszerezhettem ezekből, a figyelemből, a szeretetből. De ha elengedem, igen, nem tudom, mi lesz. De Isten azt mondta, hogy ő meg akar engem elégíteni, be akarja törteni, meg fogja adni azt, amire szükségünk van. És erről tudhatjuk, hogy olyas valami, ami az ő akarata, az ő terve, hisz ő alkotott ilyenni. És ez szerintem olyan bátorító, hogy ezek a legmélyebb, őszinte vágyunk, az alapvágyaink, ezek tőle vannak, és ő be akarja ezeket tölteni. Egészséges, jól működő kapcsolatokon, és a vele való kapcsolaton keresztül. Tehát egyszer félelmetes ezt engedni, de végülis ez a hitünk próbálja, így hogy van. Na, akkor működik ez a kereszténység, mert akkor Istennek jönnie. Ott van, meg van próbálva, igen, hogy akkor kilépek a láthatatlanba.
Nagyon jó, nagyon jó. Na, hát reméljük segítettünk, akik ezt tapasztalják, uh-huh. vagy ilyeneket látnak. Jön a következő karakter, nincs mások két karakter, úgyhogy készüljetek a kérdésekkel, látom, hogy nagyon szórakoztat titeket, meg írtok ilyen bátorítást mindenkinek. Nagyon köszönjük, és nagyon örülünk, hogy tetszik a téma, meg ilyesmi. De azért, ha valami mocsok bennetek ezekkel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok fel magatoknak, vagy írjátok ide be, és majd azokat is elő fogjuk venni, tehát ez egy bekérdező, úgyhogy tök nyugodtan. Na, de ötödik karakter, mert másik ilyen nagyon kedvenc, egy jegyes oktatásokon rendszeresen felszokott jönni nekünk, így amikor így beszélünk az anyós-após témáról, az kedves ifjú párnak, úgyhogy úgy hangzik, hogy sosem engedem, hogy felnőj. Tehát, hogy kedves szülők, anyukáknál picit gyakoribb, apukáknál ritkább, de ott is előfordul, akiknek valahogy a gyermekük lesz az életük középpontja. Teológiai értelme mondhatnánk, hogy a gyerekük lesz a bálványuk. Tehát, hogy megszülnek egy gyereket, vagy kettőt, vagy hármat, vagy akárhányat, és az van, hogy nekem nincs önálló életcélom, én a gyerek, ő benne létezem, az ő jövője, ő lesz a minden, így a középpontja az életemnek. És ennek ugye szép gyümölcsei vannak, mégpedig ezek a szép gyümölcsök az, hogy így magához akarja láncolni a szülő a gyereket. Tehát, mit tudom, 10 éves korban ez a kicsikém ne gondolt, hogy ez neked olyan könnyen fog menni. Tehát, hogy te azért még kicsi vagy ehhez, és akkor mindig sokkal később, tehát ez már mindenki megtanult úszni 6 évesen, de te itt 20 évesen, így, na talán már, de azért vigyázzál a vízzel, meg mit tudom én. Nem tudom, hogy ezek így tehát, hogy ez a nélkülem, tehát valami ilyesmi az üzenet, ugye, hogy nélkülem te nem tudsz teljesen belenni, tehát szükséged van rá, mint szülőre. Igen. Nem lehet az csak az, hogy te önállóan döntéseket hozol. Igen. Hát igen, ez a, hogy is mondtad, hogy nem foglak el engedni, hogy minek nevezted ezt a játszmát? Soha nem engedem, hogy felnőj. Soha nem engedem, hogy felnőj. Hát igen, ez a szülő-gyerek között ilyen játszmák egyike, ami egyszerűen nagyon gyakori, hogy felnőtt testben, felnőtt életet élő, felnőtt emberek, de a szüleik kisgyermeke, és bizonyos szempontból a szülő még mindig ugyanúgy kezeli, mintha gyerek lenne. És valahol ez egy ilyen túlkötés, tehát valahol nem sikerült a korunkkal megfelelően az elengedés, tehát a gyermek korával a megfelelő elengedés, ezt nevezzük egy ilyen túlkötésnek, egy ilyen túlzott erős köteléknek, nem vágódott még el a köldökzsinór igazán, az érzelmi, ugye ezt szoktuk mondani, hogy igen, tehát ő még felnőtt gyermekét is akár naponta igényli, hogy beszéljenek, hogy számoljon be, hogy mindent tudjon, hogy benne legyen, hogy ő vele beszéljen meg, rálásson az élet. Tehát, hogy ilyen nagyon szoros kötés, amiben a gyereket egy kicsit ilyen gyerekkorban tartok, egy gyermeki létben, azzal a kérdésekkel, elbizonytalanítással, megkérdőjelezéssel, hogy úgy, tehát, hogy folyamatosan, igen, ilyen gyermek létben tartom a felnőtt gyerekemet érzelmileg. Tehát ez fiatal házasként is előjön, hogy ez a... Igen. Figyelj, te teljesen életképtelen vagy kisfiam, kislányom, tehát vagy rivalizálok a saját gyerekemmel, vagy rivalizálok pont az ő párjával, hogy nehogy már ti ketten csak így matoktól, hát hallgassatok a tapasztalatabbra, de hogy ez valahogy ugye arról szól, hogy én, tehát hogy nekem, most ez csúnyán hangzik, kicsit unalmas, nem tudok mit kezdeni magammal, kirepült a gyerek, és ezért így az ő életét akarom élni, az izgalmas, veled mi történt, hogy csináltál, hogy szóljak bele, hogy mondjam el, hogy nem tudom, milyen színű legyen a kerítés, vagy a függöny, vagy a valami akármi. És hogy mondjam el, egy kicsit legyünk irgalmasok, vagy ilyesmit, te anyuka vagy, úgyhogy te ezt szerintem jól látom, a feleségem szokta mondani, hogy azért nehéz dolog az, hogy megszületik egy pici baba, és tényleg az van, hogyha te nem vagy ott neki, akkor ő meghal. Tehát arra van ráva az agyad, az idegrendszer, nem tudom, éveken keresztül, nagyon-nagyon sokáig, hogy kérek szépen, ezzel a gyerekkel nem törődök, nem vagyok ott, nem döntök, nem lépek, akkor neki vége van. Így van. És jön egy átfordulás, igen. Amikor én megyek, hogy hát véged van, ha én nem jövök, nem döntök, nem lépek, és a gyerek azt mondja, hogy ezt tehát eddig gondoskodásnak veszi, most már támadásnak veszi. Igen. Hogy és megváltozott a gyerek. Hát ez a jó gyerek, igen. Olyan jó gyerek volt, és megváltozott. De mi igen, szerintem ez jó, hogy mondod, mert egy kicsit én is így akartam volna védeni a szülőknek a becsületét, mert valahol ez egy ilyen természetes dolog, hogy a szülő így működik. Egy jó szülő az a gyereke életébe bevonódott, jelen van, összefonódik,
egészséges módon mondjuk most. Úgy értem, tényleg az elején még az életben tartáshoz, minden lélegzette, meg hogy úgy mondjam, minden napjában annyira kiszolgáltatott az a kisbaba. És ahogy nő, persze ez változna, meg változik is, de ez a mentalitás nagyon nehezen levetkőzhető. Mm. És ez szülőnek nem mindig sikerül úgy olyan ütemben, ahogy a gyereke kirepül. És ő még ott tart, érzelmileg még ott tart, de a gyereke már ezt nem igényli, nem jó neki, megköti. És úgy így elkezdődnek ezek a játszmák. És aztán elkezdődnek a durvább játszmák, amikor ez a fajta rémület, hogy nem kellek, a rémület, hogy lejárt az időm, a rémület, uh-huh. hogy nélkülem is életképes és egész ügyes, akkor egy kicsit ez a rivalizálás, a szekírozás, a kéretlen tanácsok, a hasonlítgatás, a biztos vagy benne, hogy ez a gyerek így nem fog megfázni? Fel van ez rendesen öltöztetve, meg így kell ezt? Nem tudom, hogy már lehetne adni szilárdat, meg ez a elbizonytalanítás, ez a állandó kétkedés. Egy gyereknek azért akárhogy is, a felnőtt gyereknek is, a szülő az elsődleges referencia, de egy ponton túl elkezd majd védekezni, mert sok. Tehát ez már nem segít, ez már rossz, és ezek a játszmák tényleg egy kicsit ilyen... az önállósodási törekvések megakadályozását célozzák, egy picit abban a szerepben akarlak tartani, hogy maradjon minden úgy, mint régen. Uh-huh. De hát ahogy ez önmagában lehetetlen, az életrendje az, hogy ne úgy maradjon, mint régen, mert régen még te pelenkáztál, de most már én a saját utamat járom, és én fogom a saját gyerekemet pelenkázni. És sok szülő ebben szépen beáll, szépen átáll, szépen elenged. Nálunk az eléggé ilyen összemosódóak a családok, nagyon sok szoros, nagyon kötő szülő van. És te is ezt biztos, hogy mondod, a jegyes oktatás. Ezért van a kanyós viccek ilyen népszerűek. Ezeken át kell verekedni, nagyon ügyesen, szépen, határozottan, erősen, a szülőpárnak együtt, a szülő a saját biológiai szüleikkel szemben, hogy azért, de hogy ez közben valahogy úgy, hogy nem akarjuk ezt a kapcsolatot tönkretenni, de mégis szeretnénk megvédeni a saját kis családunk határait, a saját értékrendünket, hogy mi hogy akarjuk nevelni a gyerekünk, mi hogy gondoljuk a saját életünket. Tehát ez is egy jó kis játszma, és szerintem nagyon sokan játsszák, igen. És ezt érteni kell, Isten terve az, hogy az ember elhagyja apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, nyilván ott egy férfi, de a nő is ugyanúgy. Igen. A férjhez, és lesznek ketten egy testé, ugye mindig ezt tanítjuk, és ez egy nagyon nehéz dolog. Mi van, ha ilyen szülőnk van? Mit tudunk tenni? Uh-huh. Miben tudunk neki segíteni ebből kizökkenni, ha mondjuk ezt így nem ért és nagyon erősen? Hogy fianya, ezt most majd én intézem, vagy itt vagyok, majd én ezt a gyerekkel intézem, vagy ezt csinálom, vagy... Én szerintem az egyik, amit látok nagyon gyakran a klienseimnél, hogy állandóan referálnak hazafele. Tehát mindenről beszámolnak. És akkor így meg kell kezdeni nekik megtanulni, hogy nem kell mindig mindenről beszámolni. Uh-huh. Hogy most már egy csomó dolog őre, meg az ő családjára, vagy akár csak az ő magán életére tartozik, hogy kevesebbet. És ez most lehet, hogy nehéz hallani, de tényleg ez az egészséges út, hogy elkezdem az önálló életemet élni, és már nem kell, hogy a szülők engedélyt adjanak. Engedélyt olyan módon, hogy bátorítanak, vagy elismerik, vagy elfogadják a döntéseimet, hogy merhetek szabadon, önállóan, autonóm módon élni. Tehát ebben mindenképpen kell egyfajta leválás, és ezt a fajta leválást ez nem lesz népszerű, tehát ez nem lesz könnyű. De szeretettel, határozottan, szépen, lépésről lépésre meg lehet csinálni. A másik dolog, amit szoktam mondani, kevesebbet kell beszélni telefonon, kevesebbet kell hazafele mindent elmondani, mert ugye akkor minden nap jön, na és hogy sikerült akkor a vizsga? Na és mit mondott a főnököd? Na és mi volt a gyerekkel az oviba? Tehát, hogy amikor ennyire, akkor minden napi, és van akinek ez jó, és megint csak az kell, amikor ez nem játszma, akkor ez lehet egy nagyon szoros, de jól működő kapcsolat, ahol tiszteletbe tartja a gyermekének az életét, csak éppen nagyon szorosan be van vonódva. Tehát ilyen is lehet, de azért ez mi a másik oldalról beszélgetünk. Kevesebb határok, ritkábban ritkítani, de emellett szerintem, ami nagyon fontos, hogy a szülőkben ott van ez a görcs, hogy te jó, hogy elveszítem. Mm. És hogy emiatt én azt szoktam például tanácsolni, hogy akkor legyen egy nap, ami az anyukájáé, a szüleié. Vagy amikor azt mondja, hogy akkor csütörtök délután átmegyek, és akkor viszont minden csütörtök délután, és akkor anyukám készülhet, tudják, hogy jövök,
az az ő idejük, és az egy kicsit oldja ezt a görcsöt, hogy úristen, nem tudom mikor, mit csinál, semmit nem tudok már róla, elveszítem őt, és ezzel adok neki egy ilyen biztos fix keretet, amit valahol én irányítok, én döntök el, hogy mennyire jó ez nekem, mi fér bele, de viszont egy rendszeresség, amire meg ő számíthat, ami őt megnyugtatja. Hogy nem fejtettem el, persze fontos, vagy. Fontos, és tényleg nem sodródok el annyira, hogy akkor egyáltalán nem vagyok. Hát nagyon kemény viták tudnak lenni. Még azt szoktuk így mondani a VS oktatáson, hogy ugye az a baj, hogy a szülőknek, vagy ne az a baj, az a tök jó, hogy a szülőknek sokkal nagyobb élettapasztalatuk van sokszor, nyilván, mint a friss házasoknak. Igen. Ugye az elején szokott ez ilyen probléma lenni, és hát nehéz az a tapasztalattal ellen mondani, vagy ilyesmi, de hogy mégis azt mondjuk, hogy inkább ketten döntsetek valamit, mint házas, és roncsátok el, és aztán tanuljatok belőle, de az a ti döntésetek, és ti váljátok a felelősséget, és azt mondjuk, hogy jó, nem volt igazunk, mint az, hogy állandóan szülők döntsék el helyettetek, hogy mit csináljatok, tehát kívülről ilyen távirányítva, és lehet, hogy amúgy tök hatékony, meg működik, meg minden, de hogy valami ez a házaspárnak, mondjuk, ha a házaspárra van szó, hogy nagyon kellemetlen, így belül érzi azt a nyomást, hogy te apáda, inkább apáda beszéld meg, mint velem, pedig én vagyok a legközelebbi ember hozzád, meg ilyenek. Igen, ez tök jó tanács, ez is nagyon jó. De hát igen, ez egy nehéz téma. Nehéz téma. Mi van, ha én vagyok ez? Hát ez beszéltünk. Te vagy ez. Te vagy a szülő, vagy te vagy a gyerek? Én vagyok a szülő. Te vagy ez a szülő. Még ez még egy pár év múlva leszel te ez a szülő, vagy reméljük nem leszel. Reméljük. Hát igazából szerintem azért nagyon sok szülő a gyereke viselkedéséből az ezt kezd érezni. Ha ráismersz, hogy ez vagyok, akkor hátrébb kell egy kicsit lépni. Teret kell adni az ifjúságnak. Bízni bennük, megszavazni a bizalmat. Eljöttem hozzád, mint pszichológushoz. 60 éves vagyok, gyerekek kirepültek, és rájöttem, hogy nagyon ők az életem középpontjai. De rádöbbentem, hogy nem, ez nem jó. Elfogadom. Teret adok neki, tök klassz, oké, eldöntöttem, teret adok. Kiengedem a kis mackót a kezemből, amit úgy szorongottam, mert hiszem, hogy ez a jó neki. Isten is meggyőzött. Igen. De el kell, még mindig értelmetlen lesz az életem. Mit kapok én helyette cserébe? Aha. Hogy találjam meg azt, amit akkor miből fognak az én hétköznapjaim állni? Ilyenkor azért felmerül az a kérdés, hogy neked van-e életed? Tehát, hogy azért sok szülő, azon kívül, hogy anyuka vagy apuka, azért van élete, vannak barátai, van gyülekezete, van szolgálata, van munkahelye, vannak kollégái, van házi csoportja. Most csak mondok egy keresztény gyülekezetbeli ember életéről. Jó. Tehát amikor kirepül a gyermekem, az nagyon nehéz. Mindenkinek nehéz, aki elengedi a gyerekeit. És akkor ott valahol egy átrendeződés van, egy egészséges átrendeződés, és valahol erre próbálnánk téged elmozdítani, hogy akkor keressük meg, hogy kik azok a kapcsolatok, hogy mit szeretsz csinálni, mik a hobbiaid, te ki vagy, mint Peti, azon kívül, hogy a gyerekeid apukája. És akkor megpróbálunk megkeresni, hogy amúgy mi a te identitásod, te ki vagy, te mibe vagy jó, te mit szeretsz, és akkor, amikor erre azért kapnak egy támogatást az emberek, erre szépen rá lehet őket, és ebben nagyon szépen ki tudnak nyílni emberek. És ezt szerintem jobb előbb elkezdeni. Tehát, hogy szülőként nem kell, hogy megszűnjön az életünk. És van egy időszak, hát tapasztaljuk mi is az életünkben, hogy ami tényleg olyan nagyon a gyerekek köré szerveződik, de aztán ez így elindul, és egy kicsit nyílik, és ahogy ők egyre önállóbbak, úgy egyre inkább mi is nyerjük vissza az életünket, ha akarjuk. Persze dönthetünk úgy, hogy mi csak ezt akarjuk, meg nagyon ezt akarjuk. Kicsit ez a gyerekeinkben élünk. És amikor elrepülnek, akkor még nincs, akiben élünk. Tehát, hogy el kell kezdeni tanulni, megtanulni élni akkor magunk lábán, magunk életét. Még egy utolsó kérdésem van ehhez a témához, mert szerintem azért előjön sok ember életébe, hogy mi van, ha én nem 60 vagyok, hanem 75 mondjuk, és én késő időskor, és vannak ilyen nehézségek, konfliktusok. Mi van egy ilyen családban? Igen, mert azért talán lesz picit más szituáció, amikor már... Hogy ilyen idősebb emberrel, ugye ezt azért mi is... Na, szóval, hogy ez egy nehéz kérdés, hogy milyen
harcokba menjen bele az ember, uh-huh. vagy hogy mondjam, milyen határhúzásba, milyen önállósodásba tegyed. Idős emberhez oda menni és konfrontálni, mert most jártam egy önismereti csoportba, vagy mert hallottam ezt a beszélgetést, vagy mert valamit rádöbbentem, és akkor én most rendet teszek a családomba, és konfrontálom az idős szüleimet, és kidobom ide a középre mindazt, ami zavar, ami bánt, amivel megsebeztek, nem biztos, hogy jó ötlet. Tehát egy idősebb szülőtől nem várhatjuk már azt a fajta a személyiségének, azt a rugalmasságát, hogy ő ezt ilyen nagyon könnyen tud ehhez adaptálódni, és hogy nem törünk össze valami nagyon alapelemi részét az ő identitásának és életének. Tehát, hogy azért ezt nagyon finoman. Egy idősebb embernél ezt én nagyon óvatosan csinálnám. Hát igen, most te mondtad ezt a 75-öt. Szóval, hogy azért hál' Istennek azért ez, ami átlag szülő, azért nem ennyire idős, amikor már esetleg ez a konfliktus előjöhet, de van, hogy igen. Amikor már jobban ki van szolgáltatva a családnak, tudom én, halálfélelem. Igen, tehát amikor már újra az van, hogy ő már így van, egy törékenyebb, esendőbb, és esetleg félelmekkel teli. Hát minden jutunk ebbe a korba, úgyhogy azért érdemes. Igen. Csak ezért így megemlíteni, hogy ott azért sokkal több irgalomra, meg türelemre van szükség, mert nem. Tehát annyi változás már nem várhatunk, mint egy, aki még sokkal aktívabb. Jó, szerintem ez kellően inspiráló volt. 6. karakter, és egyben egyelőre a tervezett utolsó karakterünk jön, úgyhogy de itt már van kérdés, úgyhogy utána foglalkozunk a kérdésekkel is, hogy tök jó lesz. De ezt még nézzük meg, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyülekezeti jellegű dolog. Ugye sok szempontból jönnek gyülekezetbe emberek, nyilván akik hívők, és akkor csak hallgatni akarják a Bibliaórát, és részt vesznek a közösségbe, de vannak kifejezetten olyan emberek, akik úgy jönnek el közénk, egy keresztény gyülekezetbe, hogy nekik van egy nagyon nagy problémájuk mondjuk, és azt gondolják, hogy na, a keresztény gyűli az biztos rajta segíteni, ez ilyen tipikus, és tök jó, jöjjenek, hát tudunk segíteni. És a gyülekezetben ilyen először érkező embereknél itt-ott előfordul az a dolog. Ez a játszma, ez a mentsetek meg, könyörgöm, mentsetek meg. És arról szól, hogy én bejövök egy gyülibe, és hosszan ecsetelem a problémákat. Tehát drámaian leírom, nem tudom, hogy 3-4 óra alatt, vagy másfél óra alatt, hogy ez történt, meg ez is rossz, és az is rossz, és a családomban ez van, aki egyébként nem is ismeri szegény gyülekezetvezetőt, a családodat, meg semmit nem tud rólad, de tehát tulajdonképpen bármit mondhatsz, de hogy az összes traumádat, problémádat, mm-hmm. hogy neked milyen rossz az életet élni, jó nagy, tehát úgy érezze, hogy fú, de nagyon-nagyon nagy gáz van. És ugye ott van a másik jó szándékú ember, nem is vezető, gyülekezeti tag, akinek épp ott van, segíteni akar, jó fej, hú, te, annyira sajnálok, akarok minden, és akkor úgy rád áll az a gyülekezeti tag, hogy na jó, figyelj, akkor ide fogom a kezedet, segítek neked, adok jó tanácsot, vagy esetleg beruházok az életedbe, vagy aludhatsz nálunk, hogyha bajba vagy. Tehát egy csomó mindenképp így akarunk így segíteni, mert ugye megesküszünk, és ez tök lesz dolog. És a válaszom, amikor velem ezt megcsinálják, ugye, mert én vagyok a játszmázó ember, a mentsetek meg könyörgöm, hogy igen, de ez nem működik. És akkor jön a következő tanács, vagy gondolat, vagy mit tudom én, akkor csinálják ezt. De igen, de figyelj, ezt próbáltam, ez már nem működik. És amikor a 25. után vagyunk, akkor van egy olyan érzés az embernek, hogy hát én próbálok segíteni neked, meg ilyesmi, de mint hogy nem akarnád, hogy megoldódjon valójában ez a probléma. Viszont nagyon szeretsz hosszan beszélgetni erről a problémáról, és úgy érzed, hogy ez fáj, tehát feszít belül, de mint a mégsem ne igényed arra, hogy megoldódjon. Neked semmi tanács nem jó, semmi nem jó, hogy mindig ugyanoda térünk vissza. Mi van e mögött? Mm-hmm. Hát igen, ez is egy olyasmi, mint hogy így elindul egy ilyen kapcsolat, egy segítséget kérő ember, akinek lehet, hogy tényleg nagyon konkrét problémái vannak, és nagyon valós a baja, és nagyon akut, de minthogyha tényleg az ember azt veszi észre, hogy de mégsem ment el a számára elért állásajánlatra valamit, amit az egyik gyülekezeti tudott, vagy ez a tanács, vagy az a tanács, vagy ez az orvos, vagy mégse szedi a gyógyszerét. Tehát, ahogy próbáljuk őt így felkarolni és segíteni, valahogy olyan, mintha ő nem akarna javulni, vagy nem akarna. Sőt, amikor valahogy veled egy ponton túl már nem halad, akkor, vagy bezársz,
akkor átlép valaki máshoz, és ugyanezt elkezdi vele. És akkor megy végig embereken. Mm-hmm. Tehát, hogy van ebben egy olyan játszma, hogy igazából én nem is biztos, hogy akarom, hogy megoldódjon ez a probléma, hisz nekem a legfontosabb az, hogy a figyelem, a rám terelődő, a gondoskodás, odafordulás, amit én nem akarok elveszíteni. Tehát nekem ezt érdemes fenntartanom, ezt a játszmát. És ugye ez azért fontos, hogy elkülönítsük a valós szükségletektől, meg amikor valaki valósan bajban van és segítségre szorul. De azt gondolom, hogy pont az ő reakcióiból, meg ahogy együttműködik, vagy nem, az azért elkülöníti őt. Tehát meg tudjuk különböztetni, hogy kiről egy játszmázóval vagyunk, vagy egy valóban elesett nehézségbe levő emberre. Tehát amikor ez van, azért ez egy ilyen, egy ponton jó, ha erre felismerjük. Hogy igazából itt én megfeszülhetek, de ő nem biztos, hogy... Tehát nagyon hangosan tud kiáltani, nagyon elesetnek tud tűnni, de nem úgy tűnik, mint aki akar ebből változni. De mégis nekem ez ilyen személyes tapasztalat, hogy mm-hmm. tehát az a nehéz, hogyha te bezársz, tehát és észreveszed azt, hogy hoppá, és mondjuk el is jutunk oda, hogy mi van, hogyha van egy ilyen ember a környezetünkben, és látod, mm-hmm. hogy ez történik, és... Azt mondta, hogy figyelj, így nem, bocsi. Ebben a formában így nem tudok veled kommunikálni, mert látom, hogy ugyanoda kerülünk vissza, és ez nem akarod a megoldást, pedig tegsétettem. Akkor elkezd jönni egy lelkiismereti vádlással. Mert hogy neki igénye van, hogy ő csak mondhassa tovább, hogy a te idődet így használhassa, úgymond, a te figyelmedet használhassa, és ezt úgy csinálja, hogy figyelj, nem bírom, tehát meghalok, ha te nem hallgatsz meg. Hát nem segítesz? Hát milyen ember vagy, hogy nem segítesz? Milyen keresztény vagy? Milyen keresztény vezető vagy? Uh-huh. Netán még akár odáig a pont is eljuthat, nem mindenki nyilván, de ilyen kemény játszmázó, hogy fia, nem, ti se hallgattok meg már itt a Gyuribe, öngyilkos leszek, ki tudna segíteni? Sehol semmi esélyem, ha még ti sem. Hát ez nehéz, mert azért ez már ilyen nagyon erős, nagyon durva játszma, amiben én már, igen, tehát itt nagyon észnél kell lenni, szerintem nagyon ügyesen kell lesz, és ebben szerintem nektek is egyre több tapasztalatot van, hogy hogyan kell olyan emberekkel bánni, akik valahogy mintha nem igazán tudnák, vagy akarnák elfogadni a segítséget, hanem ők a figyelmet, vagy valahol mindig egyfajta feszültségben tartás van, mindig valami krízis van, mindig valami megoldandó, hisz ilyenkor megtanulta, hogy nagyon köré gyűlnek az emberek, hirtelen mindenki ráfókuszál, vele foglalkozik, az ő baja van középen, és hát ez sok embernek egy megint csak valós, egészséges, őszinte kapcsolódások helyett egy ilyen pót intimitás ez. Végre figyeltek rám. De figyeltek rám, itt vagytok, vannak körülöttem, nem vagyok egyedül. De ugye ez nagyon fárasztó, és nagyon nem, ez nagyon diszfunkcionális módja ennek, és hát nem ez az út nálatok sem, mondjuk neked se, hogy segíts a másiknak. És ilyenkor szerintem azért ezt el kell valahol vágni. Ilyen erőteljesen, hogy ennyit tudtam, úgy látom, hogy amiket én felajánlottam, amiket én tudtam tanácsolni, az nem működik, úgyhogy én már többet nem tudok segíteni. És nekünk szerintem, mint az összes határhúzásban, az a nehéz, hogy valami olyan nagyon durvának és elvágólagosnak érzem ezt, és alapvetően jön a bűntudat, hogy valamit rosszul csinálok. Mm. Ha nem segítek, mi történik? És mi van, ha a lelkemen fog száradni? Tehát ezek azért nagyon nehéz dolgok, és ezért szerintem ebben nagyon határozottan, és nagyon ügyesen, és jól kell tudni helytállni. És szerintem itt bevonni már, hát ilyen szakmai segítséget. Mert ezek az emberek, ez már szerintem egy ilyen nagyon, ez már egy nagyon kemény játszma. Ezt azért nem mindenki viszi ilyen szintre. Aha, azért aha. Ugye vannak olyan segítségkérők is, aki... Csak ilyen lájtosak? Ilyen lájtosan, nem, eljön a gyülekezetbe. Itt azért a hívők azért mégiscsak minden templom ajtaja nyitva van, ott mindig van egy jó szó, egy kis segítség, egy kis alamizsna. Tehát itt azért van egy kis segítség, és valahol így jön csak, nem feltétlenül, hogy egy ilyen nagyon tovább játszmával, mint amit az előbb leírtunk. Van-e még tanácsod arra, hogy mondjuk, ha van egy ilyen a környezetemben, az egyik az, hogy oké, hogyha már durván mérgező, vagy mit tudom én, vagy nem bírod te magad, hogy menekülj ki, tehát, hogy gyere ki ebből, mert ez nincs értelme, hogy lezárok én magam, ezzel védem magamat, és őt se támadom ezzel, mert semmi hasznom nincs így, mert nem tudok neki segíteni, ez így rendben van, de hogy van olyan, amivel esetleg őt jól lehet úgy kizökkenteni, hogy ő elinduljon, hogy úgy gyulás irányába, vagy észrevegyesset, hogy figyelj, ez nem az a kapcsolódás, mondjuk enyhébb játszmázóknál. Tehát, hogy mit mondanál neki ezen túl? Uh-huh. Most ugye az jut eszembe, hogyha elképzelem, hogy milyen emberek azok, akikkel most így el tudom képzelni, vagy én magam a gyülekezetbe találkozom, hogy,
hogy azért van ebben egy olyan nehézség is, hogy ott sokszor tényleg valós nehézségek, uh-huh. egzisztenciális, kapcsolatbeli konfliktusok, nehézségek vannak. Szóval, hogy olyan rossz látni, hogy ők tényleg ugye az életük kuszaságába küzdenek. Uh-huh. Tehát, hogy itt szerintem az a nehéz, hogy mi meddig terjedünk. Uh-huh. Hogy tudunk uh-huh. segíteni? Tehát, mint gyülekezet, mint magánszemély. Tehát, hogy mekkora, mi a kompetenciám, hogy tényleg én tudok. Tehát, hogy most lehet, hogy itt már a család segítő, vagy hogy mondják, ezek a különböző szociális uh-huh. segítségeket uh-huh. kell bevonni. Vagy esetleg tényleg egy ilyen pszichiátriai, vagy egyéb ilyen uh-huh. szakember uh-huh. segítségét. De hogy itt azért egy csomó dolog, az már nem az itteni kompetencia. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy, hát szerintem ez egy nem könnyű helyzet, mert ezeket ilyen halmozottan jönnek. De aztán vannak olyanok is, akik ezt úgy adják elő, hogy azért rendezett, jó, minden, de mégis mindig van valami baj, és mindig baj van, és nagyon sokan akarjuk megmenteni őket, de vagy nem sikerül. Aha. És akkor igazából ott felmerül a kérdés, hogy ott valahol ez annyira verbalizálva van, ez a sok probléma, ez a sok baj, és mindenki uh-huh. tudja, és mindenki köréjük áll, de hogy valahol, mintha ez lenne a cél, sem biztos, hogy megoldódjon a probléma. Aha. Amikor adok neki ilyen pici feladatokat, icipicit, hogy na figyelj, akkor ezt most tedd meg, ezt az egy lépést tedd meg, akkor az segíthet. Mondjuk ezek, igen, tehát ezek a gyakorlati dolgok, hogy menjen el, iratkozom fel, kérjen munkanélküliség. Uh-huh. Amikben, és erre, mint gyülekezet, valamennyire igen, lehetünk mi egy ilyen pont, uh-huh. egy ilyen szociális támogató rendszer, uh-huh. egy lépcsőfoka. Uh-huh. Hogy igen, mi mit tudunk tenni, hogy erre lenne mondjuk egy ilyen protokoll, hogy az ilyen embereket hova irányítjuk, kikkel, uh-huh. mik az első lépések, hogy tudjuk megtámogatni őket, és hogy valahol látni azt, hogy amit kérünk, vagy adunk, arra van-e reakció, tehát hogy erre uh-huh. van-e akarás. Mert elmente, beszámol erről, róla, hogy igen. Sikerült, feliratkozott, kapja, elpróbált albérletet szerezni, én most ilyenekre gondolva. Uh-huh. Igen, igen. Persze, vagy azok szörnyű emberek, és nem akartak nekem ott segíteni. Ja. Aha. Uh-huh. Nehéz. Mi van, ha én csinálom ezt? Ha te csinálod ezt? És én ezt bevallom. Peti, hagyd abba. Most azonnal. Hagyd abba. Hát akkor... Ne sajnáld magad. Hát ugye ez úgy rosszul esne, ha ezt mondanám. Elsőre, sőt, nagyon mérges lennél rám, ha ezt mondanám. De olyan vagy, aki te magadra felismered ezt, hogy ezt csinálod? Vagy hát te vagy ez, és vagy hogy szereljünk le téged? Nem, ma én vagyok az, aki felismertem, és azt mondom, hogy oké, látom, hogy ezt szoktam csinálni keresztényként, és most valamit ezzel kezdeni akarok, akkor nekem mi a következő lépés? Valahol ebben is egy ilyen egyéni felelősség, azt hiszem, uh-huh. hogy itt szembenézni azzal, hogy mi van, mi az én részem, mi az, ami nem az én részem, mi az, amit én tehetek, amire én tudok tenni a változásra, amiben én tudok fejlődni, formálódni, és mi az, amit el kell engedjem, ami nem az én, nem az én dolgom, amiben Istenre bízom a változás többi részét, de hogy egy kicsit az, hogy így szembenézni az életünkkel, egy ilyen uh-huh, tudatosság, uh-huh. egy ilyen, hogy akkor kezdjünk el rendet rakni. Szóval, hogy ez egy meló. Uh-huh, uh-huh. És ez is egy változás, egy növekedés, szóval, hogy ennek az útját így megjárni, és remélhetőleg bekerülsz egy jó házi csoportba, bekerülsz egy jó mentorolási kapcsolatba, vagy valaki tanítványoz téged, vagy így az Istennel való kapcsolatodban, így, ahogy így Isten szól, ezekben kapsz ilyen megerősítést, hogy akkor mi a jó út. Uh-huh. És akkor vállam a felelősséget az életemért, és a pici feladatokat, amit én, tehát ami az én befolyásolási igen. körömben van. Azt meg elkezdem csinálni, felvállam a felelősséget, uh-huh. meg igen. Beleállok. Hát jó, legyen ez. Megnézem közben itten. Vannak itt, vannak itten, van egy-két szó. Köszönjük a sok bátorítást, meg szívecskét, meg mindent a kedves hallgatóknak. Küldjetek kérdéseket, mert most van időnk ezekre így válaszolni, lehetőség. Arról egy kicsit így legyen, és van itt egy olyan, hogy sziasztok, mindig van konkrét feltárható trauma a játszmák mögött meghúzódó sérüléseknél? Uh-huh. Tehát van-e olyan konkrét trauma, hogy ekkor ez történt, az történt? Nem. Ugye, ahogy az előbb mondtam, ez nem mindig valami nagyon megfogható, ilyen dátumhoz köthető, vagy a szüleink válása, vagy ez, vagy az. De hogy így beszélgetek emberekkel, és kirajzolódik valami a gyerekkorukból, az életükből, sokszor ezek az érzések
a mentén is kialakulhatnak, vagy hogy úgy mondjam, ezek a fájdalmak, ezek a sebzettségek, ezek az elutasítottságok, valamiben való sebzettségnek nevezem, mert ez olyan nagyon érthető, hogy ezek nem mindig egy ilyen nagyon konkrét valami, ez lehet események sorozata, vagy egyfajta viszonyulás, ahogy én otthon voltam kezelve, vagy ahogy bántak, vagy ahogy, tehát hogy ez nem mindig egy ilyen nagyon ordító, egyszeri esemény. De a gyerekek, ugye, akik úgy szoktuk mondani, szeretem ezt a hasonlatot, ezt hallottam, pont Várkonyi Zsuzsa, aki ennek a játszma elméleteknek, meg ez a magyarországi egyik nagyon híres képviselője, őtől hallottam, és ez annyira jó, hogy a gyerekkor az olyan, főleg a csecsemőkortól, olyan a lelkünk, a kis benső lényünk, létünk, mint a viasz, amit, hogy annó a kisgyermekkorban bármilyen behatás bennünket, egy pici behatás is mély nyomot hagy, és abban a viaszt nagyon formálja, azt a lágy, puha viaszt. De hogy ahogy növünk fel gyermekként, és így szilárdul a személyiségünk, szilárdul ez a viasz, egyre nagyobb behatás kell, hogy ilyen komoly változás, vagy elváltozás történjen. Tehát, hogy mi kisgyermekkorban, amire pedig azt hiszük, hogy hát ő még picike, hát ő még nem tudja, hát ő neki ez még... Hogy pont abban a korban nagyon is számít, és nagyon is fontos, és mély lenyomatokat hagyhatnak bizonyos emberi viselkedések, gondozói, anya-gyermek kapcsolat, a korai gondozóink, akár a bölcsödei tapasztalataim, vagy tehát, hogy ott például ott mi történik, vagy ott mi történhetett velem, és most nem gondolom, hogy ott ilyen, most mindenki kezdjen el kutatni, hogy mi... Bántalmaztam. Vagy igen, de hogy csak azt akarom mondani, hogy minél kisebb, minél képlékenyebb a gyermeki lélek, annál könnyebben, kisebb behatás és komoly ilyen lenyomatot hagy. Tehát ilyen szempontból nagyon sok minden. Uh-huh. És hogy így mondjam, nagyon sokunkat ér sebzettség, szinte minden embert. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek egészségesen, jól kapcsolódó, jól működő, bensőséges kapcsolatokat fenntartó, egészséges intimitással rendelkező emberek. De igen, attól függetlenül vannak sebeink. Tehát a legtöbbünknek ilyen-olyan van. Ez a törött világunk. Szóval, hogy ez ilyen. Jó, magyarként mondjuk mindig, hogy this is a broken world. De igen, igen. Igen. Aha. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez van, hogy beleszületünk, ilyen kis viasz, csecsemő formálható valamibe, így szembenézünk, egyik barátom mondta, hogy hát ugye az anyával ugye egyek vagyunk, az apa az első idegen, ő is valahogy lereagál minket, aztán többiek lereagálnak minket, és ebből így jönnek ezek a témák, ezek a sebzettségek. És az is lehetséges, csak így kérdezem, hogy alapvetően jó, tehát ilyen őszinte kapcsolataink vannak, közel tudunk kerülni másokhoz, tehát alapvetően nagy gáz nincs, de esetleg egyes kicsi területeken itt ott ebből a kicsi sebeinkből, mit tudom én, csúfoltak általános iskolába, igen, vagy mit tudom én, igen, és még ott valahol ott azért kicsit játszmázok. Csak aha, egy területen az életben ilyen is működik. Abszolút. Hát ezek azok a kisebb játszmáink, hogy azért csak elérem, hogy az legyen, amit én akarok, úgy intézem a dolgokat, vagy akár a kisgyerek, aki azt mondja, hogy jaj, annyira fáj a hasam, ez a gyermekeim egyike, annyira fáj a hasam, én már nem bírok többet enni, és akkor elküldjük, hogy jó, hát akkor most pihenj le, vagy menjél, hát akkor fáj a pocak, kezdőszülő, tehát utána rutinosan már tudjuk, hogy játszma, de az elején még azt hiszük, ez komoly, de ez már önmagában egy kicsit játszma, mert kiderül, hogy azért ez elsőre kitapasztalja véletlenül a gyerek, hogy ez sikerült, ez működik. Hoppá, van egy külön figyelem, hirtelen nem kell ott ülni már az asztalnál, amikor uncsi a vacsora, és akkor elengednek, és akkor ez elindul. Tehát és kahuga is beszél, nekem véletlenül is fáj a hasam. És akkor már tesó is jön, hogy neki is fáj, és akkor ez már egyre átlátszóbb kezd lenni, de hogy itt akkor már mondjuk, hogy ne játszmálsz. Tehát ez már gyerekkorban vannak ilyen kis apró dolgok, amikkel a gyerek rátalál valamire, hogy hó, ez működik, ez egész jó. Vagy ha például azt mondom, hogy jaj, próbálom fegyelmezni, korlátokat szabni, jó szülő lenni, de amikor a gyerek elkezd, így kimondja először azt, hogy annyira rosszak vagytok, hogy ti nem szerettek engem. Aha, igen. És akkor a szülőben valami így eltörik, hogy jaj, én ne szeretném, és akkor na jó, talán így mégis, akkor rendben, de csak most. Kapsz egy kis csoki. És akkor megtanult, a hirtelen ott felcsillan valami kis villany, égő
felgyulladt, hogy aha, ez működik. És onnantól kezdve ezt lehet így mondogatni a szülőnek. És akkor az ők szegények összetalják magukat, és akkor mindent lehet. Ez most egy kicsit sarkítom, de hogy valahogy így is rátalálhatunk az apróbb játszmáinkra, a gyerekként, és hát felnőttként, a kapcsolatainkba, a működésünkbe. Tehát, hogy ezek ilyen kisebb nyerességeinknek, aminek konkrét, hogy úgy mondjam, kézzelfogható nyeressége van. Erre eszembe jut még egy ilyen játszma, ami amúgy felnőtt korban is hallgattam, pont az Fárkonyi Zsuzsától, akit te is említesz, hogy ez a gyerekkorban így ez a, én olyan rosszul vagyok, nem kéne bemennem az iskolába ma, mert valami nincs kedve, ezért dolgozat, és akkor jaj, hát szegény szülőtől minden, és akkor rutinos szülő már tudja, hogy ez az elsőfokú iskolai undor, tehát tulajdonképpen semmi különleges betegség nincs, de igen. Bár néha még tünete is lehet, hogyha valamit nagyon nem akar, és akkor fú, akkor itthon maradok meg minden, és hogy ez néha felnőtt korban is kijön így a munkavilágába, hogy valami nem tetszik a munkahelyen, vagy valami nem olyan jó, és ilyen túl gyakran van táppénzen kiíratja magát, nem jó, fú, úrán rossz voltam, nem tudom. Valószínű, hogy gyerekkorában az anyukájának ez újra meg újra működött. Tehát egy ponton túl, ez a túlaggódó szülő lehet, hogy újra meg újra elhisz, hogy tényleg baj van, és te jó ég, és olyankor különleges gondoskodás jár, otthon marad, egész nap tévét néz. Én emlékszem, hogy ez akkora buli volt, hogy amikor otthon voltam, a szüleim nem tudtak végig, és akkor a szomszédnéni meg, és közben lehetett mesét nézni, és hát ez egy szuper dolog volt. Tehát, hogy a gyerekek azért ügyesek, és ez a felnőttként, ez a kisgyerek felnőttként ugyanezt várja. Tehát akkor szinte megéri kicsit betegeskedni, kicsit hiányozni, kicsit lerobbanni, mert akkor van egy körémsereglő, szerető gondoskodás, vagy legalábbis ezt remélem. És akkor nincs az élet kemény része, meg a munka, meg a minden. Igen. Nagyon jó, nagyon jó. Van még egy kérdésünk, meg küldjetek még, ha akartok, mert maximum 8-ig leszünk csak. Köszönjük a bátorításokat továbbra is, tök jó, hogy írtok erről. Nagyon érdekes, meg fontos téma, köszönjük, tehát, hogy téged is bátorítsa, nagyon örülök. Köszönöm. A gyerekeinknek hogy érdemes tálalni, vagy átbeszélni ezt a témát? Hogy tudod, én átfordítám abba, hogy lehet, hogy mondjuk a 6 évesen nem kezdesz el beszélni, hogy akkor a játszmák különböző típusai, hanem hogy, tehát hogy tudod segíteni a gyereket abban, kiskorból, hogy ő egy ilyen játszmamentessé tudjon lenni? Mit tudsz szülőként? Hát szerintem a játszmamentességet nem tudom, hogy lehet-e tanítani, inkább úgy kell élni, hogy nem játszmázunk, és akkor a gyerekeink nem fognak játszmázni. Tehát, hogy azért ez egy olyan működés, amire, ha én nem vagyok vevő, akkor ez egy ilyen porjába hulló próbálkozás. Tehát, hogyha kisfiam azt mondja nekem, a tipikus az asztalnál, hogy valaki ad nekem vizet, és akkor én mondom neki, hogy kicsim, akkor kérjél vizet, hogy mondta, hogy anya, kérek szépen vizet. Vagy el is mehet érte, de hogy egy ilyen, tehát, hogy amikor így észrevesszük, de ehhez kell, hogy legyen nekünk is egy ilyen affinitásunk, hogy észrevegyük ezt a kicsit manipulatív, kicsit ilyen, ilyen hogy is mondjuk, rejtett, vagy ilyen igen, célozgatást, hogy erre ne legyünk vevők. Ne csináljuk egymással. Ne lássák a gyerekeink ezt tőlünk. Vannak olyan családok, akik annyira ilyen módon működnek, és annyira játszmázós, annyira ilyen érzelmi, manipulatív, és hát nagyon sok szülő, nemhogy ez egy milyen tudatos, milyen érzékeny szülő, aki ezt jól akarja csinálni, hát nagyon sok szülő ezt, hogy inkább kihasználja, hogy a gyerekét az érzelem bűntudatkeltéssel, az érzelmi zsarolással bírja rá, hogy azt csinálja, amit ő akar, vegye rá a megfelelő viselkedésre. Tehát igazából, ha ezt nem csináljuk, ha nyíltan kommunikálunk, ha konkrét következmények vannak, ha őszinte, szeretetteli, elfogadó, de keretekkel, határokkal bíró közegben élnek azok a gyerekek, akkor nem fog játszmázni. És azért sok ember nem játszmázik. Apró, most megint csak mondom, ezek a kis próbálkozások. Tehát ez is olyan, hogy lehet betegnek lenni. Egy évben kétszer, de eldöntheted, melyik nap. ez kolléganőm mondja, milyen jó tanács, hogy vagy 3 napot lehetett igazolni, ő megengedi. Tényleg eldöntheti. És ez is egy autonómia a gyereknek, de nem. Te döntsd el. Eldöntheted, és annál inkább vigyázz arra 3 napra. Tehát, hogy ebben mondjuk pont, hogy egy kicsit ilyen a korának megfelelően kezelem őt, és nem... Tehát, hogy elhiszem, hogy ő ezt be tudja osztani, és adtam egy felelősséget neki. És amúgy ez tök jó neki is, a gyereknek. Ezt most csak arra mondom, hogy ez már akkor nem játszma. Nem kell játszmázod. Van olyan, amit igazolok, nem kell megmagyaráznod.
megértem, hogy az iskola nehéz. Mert amúgy a gyerekem meg látom, hogy törekvő, persze, és csinálja az életet, tehát hogy néha meg besegítek neki ilyen kis szülői igazolásokkal. Egy kis Szabi jár egy erre. Egy kis Szabinek is jár. Van ennek talán egy másik oldal, és azt még hagyj hozzam be ide, hogy de mi van akkor, ha mi nem feltétlen így játszmázunk, tehát egymást érzelmileg még nem manipuláljuk, csak valahogy olyan lesz az életkörnyezet, tehát hogy egy olyan környezetet alakítunk a gyereknek, hogy ugye a gyerek az iszonyatosan vágyakozik az ő puha szívével, hogy a szülő az így kapcsolódjon. Tehát jön, ő jön, ő jön, ő jön, ő jön. De mondjuk én nem játszmázok, csak mondjuk így állítom be az életem, hogy fia, apa most nem ér rá, apa most nem ér rá, apa most már nem ér rá. És most 11-ére meghallja, most apa nem ér rá, félre van állandóan taszítva, akkor végülis nem manipulálom, meg nem, tehát én maga nem játszmázok talán ebben, de mégis megszokja, hogy az ő kezelése az nem jó, vagy nem hasznos, vagy mit tudom én. Tehát mik ezek a tipikus szülői bakik, amiket így el lehet követni rendszeresen, amivel mondjuk elfelé tolom a gyereket. Nem tudom, hogy ilyen. Hogy leszokjon rólunk? Hogy leszokjon rólunk, vagy úgy érzel, hogy ez a fajta intim közelség, ami majd később tök fontos lesz a párválasztásnál, a családnál, mit tudom én, az úgy kiülődjön belőle, és ilyen fura inkább azt mondanám, mert ezt nem sok van, hanem mit csináljunk. Oké, úgyis jó. Közelítsük erre. Mert hogy valahol azt gondolom, hogy bele se tudok gondolni, hogy mennyi mindent csinálhatunk, amit gyerekként neki nem jó, neki azt kommunikálja, hogy nem figyelek, neki azt kommunikálja, hogy nem értem meg. Neki valamiért az jön le, hogy nem fontos. Tehát én azt az alapszabályt követtem bármennyire is. Ezt nem gondolom, hogy nagyon-nagyon egetverő újdonság lesz. Hogy a kisgyerekkortól kezdve próbáljak úgy odafigyelni rá, hogy ami neki fontos, ami az ő életében fontos, az nekem is fontos legyen. Tehát, hogy amikor ő most a Minecraftról mesél, akkor én tudom, hogy kik azok a falusiak, meg a mit tudom én, milyen sárkány, milyen nem tudom pontos nevét, de hogy megmutatja, hogy mit épített, és én ott akarok lenni, miközben nem feltétlenül ez a kedvenc időtöltésem számukra, de tudom, hogy őt mennyire lelkesít, és mennyire tud mesélni. És ha most 5-6-7 évesen mesélhet, és elmondhatja, és én bevonódok, akkor 14 évesen is majd el akarja talán. Tehát, hogy ez a fajta elérhetőség, ez a fajta nyitottság, ez a fajta érdekelsz, fontos vagy, olyan jó, hogy vagy. Hogy vannak ilyen mondatok, nem tudom, ezt így szokott körbejárni a Facebookon is ilyen, hogy mik ezek a mondatok, amikre a gyermekeink vágynak. És így elolvasva rájövök, hogy mi magyarok annyira nem tudjuk ezeket kimondani. Hogy de jó, hogy vagy, vagy annyira szeretem a humorod, vagy te miattad szebb lett ez a nap. Vagy hogy úgy szeretem a... Tehát, hogy a gyerekeinek ilyen, vagy örülök, amikor velem vagy. Vagy például valaki mesélte nekem, hogy neki olyan nagy dolog volt, hogy az anyukája, amikor eljött érte ebéd után, hogy ez olyan ritka volt, mert az anyukája annyira elfoglalt volt. És amikor egyszer csak váltnak beállított. És hogy ezt ő 30 évesen most elmondja, hogy amikor az óvodába ő érte aznap, ő érte sose jöttek, ott volt az anyukája, és eljött a munkájára, és elvitte, elmentek kettesbe, és hogy ő abban, az a mai napig egy ilyen mélyen megmaradt szeretet emlék, lenyomat, hogy engem, hogy szeret, hogy veled akarok lenni, nagyon fontos a munkám, de te annyira klassz kis társaság vagy, meg hát annyira szeretek, hogy veled akarok lenni, és meghozom ezt az áldozatot. Szóval a gyerekek annyi mindenért nagyon tudnak hálásak lenni. És hát nekünk felnőtteknek meg igen, navírozni azt, hogy van egy saját életünk, és van a munkánk, és csináljuk, és hogy ezt hogyan egyensúlyozzuk jól. Jó. Még van egy kérdésünk, ami nem egy egyszerű, de azért... Megpróbálkozunk vele? Megpróbálkozunk vele, mert tök jó, hogy följön. Tehát hogyan lehet kikerülni a szülőktől másolt, földi szerelmekre hasonlító, pszichés Isten Krisztusképből az Atyaisten valóságára, mert az igazi gyógyulás ebből jön. Még egyszer? Igen, na, ez kicsit bonyolultan sikerült a kedves kérdezőknek föltenni, de nagyon igyekszünk. Tehát hogyan lehet kikerülni a szülőktől másolt földi szerelmekre hasonlító pszichés Isten Krisztusképből az Atyaisten valóságára? Tehát... Tehát azt, mintha azt, én úgy értem ezt a kérdést, hogy a szülőktől eltanult szeretett kapcsolatunkat, ami egy földi és azért hibás, hogyan tudjuk az Istennel való szeretett kapcsolatra egy ilyen átkonvertálni, ha ez annyira nem, ha ez mondjuk sérült.
Valami ilyesmi, igen, talán. Gondolom, itt jön az, hogy az a, milyen apaképen volt, ne úgy nézem Istent, mint ahogy az apámra tekintettem, vagy ne úgy nézem Istent, ahogy az édesanyámtól megtanultam, hogy hogy kell kapcsolódni, tehát hogy egy ilyen szentimentális, földi szerelem, szeretet, milyen küzdelmek hát vannak? Igen, hát ez nagy. Mert hogy alapvetően ez az első kötődési kapcsolat, amilyen a szülővel való kialakuló kötődésem, az fogja meghatározni a későbbi párkapcsolataimat, és minden bensőséges, mély, intim kapcsolatomat. És ez Isten kapcsolat is ez. Uh-huh. Tehát, hogyha én nekem az alapvető szülővel kialakult kötődési, mindenki kötődik valahogy, vagy biztonságosan, vagy bizonytalanul, azon belül is többféle módon uh-huh. van egy kötődési mintánk, amit az érdekes, az első 12 hónap után már a gyermekben vizsgálható, mérhető, és uh-huh. korrelációt mutat, hogy felnőttként milyen lesz a párkapcsolatban mérhető kapcsolati kötődési mintája. Aha. Döbbenetes. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon fontos, amit ő is kérdez, és nagyon korán, nagyon mély lenyomatot hagyó kérdéskör ez. Tehát azt kell mondjam ehhez, nagyon mélyre és nagyon korai, esetleg rossz mintát kell átírni. És az a baj, hogy ez a kötődés, ez azért nagyon meghatározó, nagyon alapi, nagyon ős elemi ez a kötődés, a szülő. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos mozgatórugója aztán az egész életünknek, a uh-huh. kapcsolatainknak. Uh-huh. Tehát ebben nagyon érdemes gyógyulni, ha ebben van sebzettségünk. Uh-huh. Mert ez, vagy kötődésünkben egy elakadás, vagy zavar, vagy rosszabb fajta kötődésünk, vagyis bizonytalan kötődésünk. Mert ez kihat valóban, hogy mennyire hiszem el, hogy Istenbe lehet bízni. Uh-huh. Mennyire van meg az az ősbizalom, ami az első évben kialakul, vagy nem. Uh-huh. Mennyire hiszem, hogy ő jót akar. Mennyire hiszem, hogy őre számíthatok. Mennyire hiszem, hogy ha én hívom, ő jön. Tehát ahogy annó a szülő vagy jött, hiszem, vagy nem jött. Uh-huh. Uh-huh. Mennyire érzékenyen reagál rá. Mennyire számítok neki. Hát ezek tényleg nagyon messzire menő, és nagyon fontos dolgok. Kicsit így bohóckodnék itt teológusként, ez a mai napi Calvin idézet. Nagyon gyakori Calvintől az az idézet, hogy minél jobban megismered magadat, annál jobban megismered Istent is. Tehát hogy az Isten ismeret a saját magad ismeretével is tud így növekedni, és nyilván igen. ő nem úgy érti, hogy te vagy az Isten, meg semmi ilyesmiről nincs szó. De szerintem ez így nagyon idejön ahhoz, hogy hogy nekünk van egy megszentelődés keresztényként, hogy Krisztusra akarunk hasonlítani, az atyát jobban megismerni, úgy gondolkozni, hogy ő az a szemmel látni, hogy ő valahol, az nagyon segít, hogyha saját magunkat is megismerjük, hogy mi hogy kötődünk, mi hogy gondolkodunk. Tehát, hogy csinálunk egy ilyen önismereti munkát, egy picit, hogy mégis mi hogy kötődünk másokhoz, meg fölteszik a kérdéseket, meg olvasunk ilyenekről, meg ilyesmi, az akkor, és közben a Bibliát tanulmányozzuk, és megnézzük, hogy milyen az Isten, akkor azt így oda tudjuk tenni, hogy én így kapcsolódok, Isten úgy kapcsolódik, akkor itt valahol hazugság van, vagy valami más van, valami torzulás van, és akkor tehát ezeket így, ahogy mondtad, az elején ki lehet hozni a világosságra, és ez egy igen. életen át tartó folyamat. Ugye ez, amit ő kérdez, ez a szeretet kapcsolatnak a mintája, aztán pont egy olyan, ami nem annyira elég a tudatosság, ez valahogy egy ősibb, mélyebb, hogy mondjam, egy ilyen alapfunkciónk, és pont ezért nagyon, nagyon jó, ha ő evel tud foglalkozni, vagy akar foglalkozni, hogy ebben hogyan lehet gyógyulni. Mert ugye a Bibliában is az van, az jutott eszembe, hogy mint ahogyan az anya nem tud, nem is tudom szó szerint, hogy van, hogy ahogy az anya gondoskodik a gyermekére, hát hogy ne gondoskodjon az atya is. Tehát Isten többször az anyai gondoskodás és az anyai szeretetet hozza mintaként, hogy magát is ahhoz hasonlítsa. Na de mi van, ha abban van valami nagy törésünk? Hogy az az anyai gondoskodás nem olyan? Akkor hát igen, tehát így felmerül, akkor viszont az Isten is milyen. Tehát ott azért egy mélyebb munka az, hogy feldolgozzam, meggyógyuljak, és egy új kötődési mintát alakítsak ki, ha jól értem a kérdést, ha ez a kérdés, vagy valami ilyen ilyesmi. Kell ilyen szakember jellegű, fantasztikus emberekhez fordulni, mint te vagy például. Hát vannak még, de hogy igen, szóval hogy valahogy ebben így szembenézni, vagy ebben így kezdeni valamit. Hú, most jönnek a kérdések, tehát kedves hallgatók, igen, 8 percünk van a műsorban, úgyhogy gyorsan 3 kérdésbe is jött. Na, próbáljuk gyorsan megválaszolni őket, meg reméljük, igen. Szóval van úgy, hogy úgy érzem, a szülő nem őszinte velem, minden,
mindent kérdez, én őszinte vagyok, de mire rákerül a sor, ő hárít. Ahogy nőnek a gyerekei, nem köszönnek gyülekezetről beszél. Mi? Nem köszönnek gyülekezetről beszélnek, bennem van a hiba. Húha, ez kicsit bonyolultra sikerült föltenni. Ahogy nőnek a gyerekei, de kinek a gyerekei? Szabó Gábort kérném, hogy egy picit konkretizálja a kérdését, mert ez így talán nehéz. Addig menjünk egy másikra, hát ha így leírja nekünk, mert ez kicsit bonyolult. Nagyon fontos téma, köszönjük, hogy beszéltek róla. Ez a Marosvári Réka Sára. 10 éve én is ezt tanulom, foglalkoztak, beszélek róla. Kriszti, téged különösen jó volt hallgatni, régi barátként, lehet, hogy ismer. Kérdés, ha egy másik nem ismeri fel, hogy játszmázik, de mi szeretnénk kibeszélni vele a konfliktusokat, hogyan álljunk hozzá? Illetve megmondjuk, hogy megbántottak, és ne lépjünk tovább. Vissza lehet majd hallgatni? Igen, vissza lehet majd hallgatni ezt a beszélgetést. Bocsánat, ezt nem olvasom fel. Aha, tehát hogy... Hogyan álljunk a játszmázóhoz? Mm-hmm. Hogy lehet kibeszélni ezt a konfliktust vele? Ugye ez azért többször elhangzott, hogy hogyan lehet kibeszélni vele. Hát sokszor ugye ehhez az is kell, hogy a játszmázó egy kicsit nyitott legyen ezt meghallani, hogy ő játszmázik, amit első nem fog így elfogadni esetleg. Tehát neki azt kell megmutatni, hogy vele milyen lenni. Amikor veled vagyok, ezt is ezt tapasztalom, vagy ezt is ezt élem meg. Sokkal jobb, ha az én saját érzéseimről kommunikálok, hogy nekem milyen veled, hogy én mit tapasztalok, hogy milyen érzés, amikor az én üzenetek. Ezek az én közlések, igen. Ahelyett, hogy azt mondom, hogy te ilyen vagy, olyan vagy. Tehát, hogy megpróbálom visszajelezni neki, hogy ilyen, amikor ő vele mondjuk találkozom, vagy vele valami nehézségünk van, vagy ha konfliktus, vagy egyet nem értés van, akkor ő hogy reagál. Hát ezek az emberi életünk, hogy úgy mondjam, ez az élet. Tehát, hogy egy értékes kapcsolatban érdemes konfrontálódni, és belefektetni a gyógyulás és a javulás. És szerintem el kell dönteni, hogy ez milyen kapcsolat. Tehát, hogy ezt akarom-e, feladatom-e, olyan ez a kapcsolat, ami miatt én ezért meg akarok küzdeni, vagy azt tudom mondani, hogy akkor ő lehet, hogy marad egy másfajta szinten az életemben, mert nem biztos, hogy én ezt fel akarom. Tehát, hogy valahol el kell döntenem, hogy ez erre mennyit tudok szánni. És vannak olyan értékes kapcsolataink, ami nagyon sokat hajlandóak vagyunk küzdeni. Volt egy nagyon epik mondatod, még annak, amikor nátok így beszélgettünk, és ez nekem nagyon tetszett, hogy pont erről szólt, hogy ugye vannak a távoliak, akik jót csinálják, de hát jó, de hogyha egy közeli ember van, és játszmába vagyunk, és nehéz, és minden, így feltettem a kérdést, hogy muszáj ezért harcolni, vagy nem lehet ezt kikerülni, vagy csak hagyni, vagy csak nem foglalkozni veled, és nagyon tetszett az, amit mondta, hogy azt mondtad, hogy az a helyzet, hogy szembe kell nézni azzal a valósággal, hogy ha ott van valaki közel, és játszmázik, és engem bánt, akkor az gyűlni fog. Tehát ez bennem gyűlni fog, és lehet, hogy én, mit tudom én, hónapokig, évekig semmit nem foglalkozok ezzel, de egyszer a lelkemben teli lesz, és akkor abból nagy durranás lesz. Igen. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy nincs. Ez nem tűnik el, nem szívódik fel, magátom. Hogy valahol bennem ez neheztelésben gyűlik. Igen, tehát ha ez egy fontos kapcsolatom, érdemes konfrontálódni. Szeretettel, határozottan, vannak erre jó ez könyvek, amik segítenek a nehéz beszélgetésekben, a jó határhúzásban, a tiszta kommunikációban, imádsággal bizakodva konfrontálni, és remélni, hogy jól veszi. Yes. Következő kérdésünk, hogyan nyitott fel a szemét a felnőtt gyerekednek, hogy a párja és ő játszmáznak? Főleg, ha tisztában vagyok azzal, hogy ezt látták tőlünk. Lehet a szülő ebben hiteles? Ez nagyon egy önreflektív kérdés. Tehát szülőként én játszmáztam, most felnőtt gyerekeim szülőjeként már rálátok arra, hogy játszmáztam, de a gyerekeim ugyanúgy játszmáznak, mert tőlem tanulták. Hát szép kihívás. És a kérdés az, hogy mit tehetünk, vagy hogy tehetünk-e valamit? Mi a kérdése a kérdezőnek? Igen. Hogyan lehet nekik ebbe segíteni? Úgy nekem elsőre az jutott eszembe, aztán mondta is, hogy mit gondolsz, hogy egy őszinte bűnvallással, tehát leültetni a saját gyerekemet, akivel reméljük jóba vagyok, és azt mondani, hogy figyú, képzeld el, gondolkoztam ilyen önismereti témákról, olvastam valamit, hallottam egy előadást, mit tudom én, elmélyültem ebbe a témába, és rájöttem a saját életemben,
hogy apáddal mi ezt csináltuk, vagy anyáddal mi ezt csináltuk 20 éven keresztül, és ez nagyon mérgező volt. És tudod, állandóan ezt csináltuk, és ez csak így szépen lefesteném azt, hogy én mit értem át, én miben változtam, és mit hibáztam, és azt mondod, hogy nagyon sajnálod, hogyha esetleg ez rátok kiatott. És onnantól kezdve nyot hagynám, hogy csak gondolkozzon. Uh-huh. Mert akkor ez nem arról szól, hogy látom, hogy te is ezt rossz... Nem. Ülepedjen le ennek, gondolkozzon, hát ha megtalálja. Uh-huh. Mit gondolsz? Jó, azt, hogy jó. Mondjad, hogy eleve avval indít, hogy van egy, tehát valahol mindig, minden nehéz beszélgetésben, tehát ez segít, hogy a szülő el tudja fogadni, vagy el tudja ismerni, hogy hibázott. Ez már egy nyitott ajtó, nyitottabb ajtó, hogy egy kicsit a gyerekek erre nyitottabban reagáljanak, de azt lehet szerintem úgy oda tenni a végére, hogy pont azért, mert most már így erre rányílt a szemem, és érzékenyebben reagál, érzékenyebben leveszem, amikor ezt csinálom. Úgy egy kicsit azt érzem, hogy néha, hogy hasonlóan tőled is ilyen kommunikációt, vagy ezt, hogy így finoman, de jelezni, hogy most ezt tapasztalom tőled, tehát valahol el lehet ezt kezdeni. És azt gondolom, hogy azt, ahogy ezt, amit te is mondtál, ez annyira jó, hogy én így kiteszem magamat, tehát sebezhetővé válok előtted, nem vagyok tökéletes, én is hibáztam, azt hiszem, én voltam, aki megtanítottam. De most így nehéz ebben a kapcsolatunkban ezt most megélni, mert szeretném, ha ez nem lenne. Szeretném azt az igazi, őszinte kommunikációt, ami jó, ami mindkettőnknek jó. Tehát amikor kifejezem, hogy ez most nehéz nekem, mert valami jobbra, még jobb, még tisztábbra, még hát ha az is vágyom, akkor az is segít abban, hogy a másik így meghallja, vagy akarjon. Meg azt gondolom, hogy amikor már nem játszmázom vele, és nem reagálom le a játszmáit, akkor az is segít. De hát persze szülőként nagyon nehéz, amikor a felnőtt gyerekekkel van nehézség. Akkor az unokákon keresztül, azért az kihat. Minden. Tehát ezt így jól kell, igen, ezt így jól akarja az ember csinálni. Én azt mondanám bátorításként, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Tehát nagyon ritka az, amikor egy felnőtt szülőnek már felnőtt gyereke van, és képes idősebb emberként, tehát hogy aki már látta az életet, azt mondani, hogy fia, az életemben ennyi részt elhibáztam. Tehát ezt így bevallani, ez szerintem ez könnyek nélkül nem maradt szerintem a gyereknél, úgyhogy reméljük, hogy ez menni fog. Van az utolsó dolog, ugye most a Szabó Gábor válaszolt, hogy kértük, hogy mondja, tehát felnőttként felnőttel beszélek, én őszinte vagyok, ő nem. A gyerekei nem köszönnek, ha találkozunk, tehát valószínűleg Gábor lehet a nagyszülő, és akkor van egy felnőtt gyereke, és neki vannak gyerekei. Tehát a gyerekei nem köszönnek, ha találkozunk, ezért kérném, esetleg bennem van a hiba, vagy csak játszma alanya vagyok. De ők egy család, vagy barátok? Nekem ez nem feltétlenül egy egyértelmű család. Ja, nem tudom. Igen. Hogy a szülő nem őszinte, mert mindent kérdez, én őszinte vagyok, de mire rákerül a sor, ő hálít. Ja, lehet, hogy barátok, aha. Hogy nem köszönnek a gyülekezetből, bennem van a hiba. Aha. Tehát lehet, hogy barátok, és akkor... Sajnos ez egy bonyolultabb kérdés, ez a baj, hogy nem, kicsit úgy érzem, hogy nincs elég információnk. Nincs elég kellene, információnk. Hogy ezt megírjuk, de én a Szabó Gábornak azt javasolnám, hogy ha tudunk segíteni, akkor írd meg ezt nekem, jó? Tehát baipeter@golgota.hu, és én továbbítani fogom. Jó, a Krisztinának is, hogyha esetleg tud jó tanácsot adni. De kérlek, most ugye vége lesz ennek a műsornak, de hogyha úgy gondolod, hogy bízol bennünk, és köztünk marad, és tudunk ebben valami tanácsot adni, vagy mondani, akkor nagyon szívesen. De egy pár sorban kicsit bővebben létszi írdre, vagy keres minket, mert így nem akarunk olyat mondani, amit nem látunk. Igazából jól. Én szerintem valami olyasmit értek belőle, hogy ő valahogy nyit, de a másik meg zár. Tehát én nyitok, de ő nem nyit. Az én, amennyire én barátságnak hiszem ezt a kapcsolatot, az ő működése, az ő viselkedése, az ő gyerekei nem ezt a minőséget tükrözik. Tehát mintha nekem ez a barátság, az én mi kapcsolatunk, mintha én azt hinném, hogy az több, mint amit visszakapok. Aha. Hogy bennem van a hiba, vagy ők furák, és szóval, hogy valami ilyesmit érzek ebben a gondolatban, vagy ebben a kérdésben. És akkor, hát igen, ez egy jó kérdés, ez meg már messzebb visz, nem is biztos, hogy ez egy játszma, de azért hogy nehéz, amikor az ember zárt ajtókon kopogtat, szóval egy ponton túl lehet, hogy már nem kell kopogtatni.
Szóval nem kell olyan vonat után szaladni, ami nem vesz fel. Igen, vagy hogy miért nem köszönnek a gyerekei, vagy lehet, hogy igazából abszolút a tizenévesek is elvannak a maguk életében, és ez semmi nem rólam szól. Lehet, hogy neki kell igen. arra, lehet, hogy neki azt kell hallja. Hogy, erről van hogy szó. Ez nem, na, akkor. Erről van szó. Aha. Hogy neki nem ez, nem biztos, hogy az ő har. De neki van ezzel dolga, hogy picit, mintha azt érezné, hogy a másik nem figyel, nem tiszteli, a gyereke nem köszön. De hogy nem mindig a másik viselkedése rólunk szól. Van, hogy egyáltalán nem rólunk szól, hanem... Sőt, neki rosszabb helyzet. Hanem valamiért elfoglalt. Tehát, hogy nem tudhatjuk, hogy ő benne mi van, de esetleg, ha ez megint csak... Ha ez egy olyan kapcsolat, ami számára értékes, fontos, akkor ezt így vissza lehet jelezni. Hogy így mostanában ezt éreztem, hogy mintha én így többet beleteszek, és lehet, hogy csak én érzem, de mintha egy kicsit olyan zárt falak vagy ajtók lennének. Ezt ugye megint csak el kell dönteni, ez egy olyan kapcsolat-e, hogy ezt így felvállaljuk, vagy ez csak egy ismerős kapcsolat. Ha ez egy mély, jó kapcsolat, és ezt kezdjük érezni, akkor ott valami történt, ott valami elakadt. Valahogy érdemes lenne ezt feloldani, és akkor ezt így megbeszélni, és akkor lehet, hogy az ő érzékenysége már jelez, hogy itt valami nem oké. És a kapcsolat nem olyan, mint volt. Hát igen. Ez nem egyszerű, de hajrá, és köszönjük a kérdést. Hóha, még bejött egy utolsó, de tényleg ez az utolsó kérdés, jó? Tehát mindenkit nagyon szeretünk, de tiszteljük is az egymás idejét, és tök jó, hogy itt voltatok, velünk is ennyit írtatok. Utolsó kérdés. Hogyan tud változtatni egy felnőtt azon, ha eddig játszmázott, megszokta, és felnőttként ébred rá, hogy eddig ezt csinálta? Szerintem ez egy viszonylag röviden megválaszolható kérdés, mert erről már többször előjött a este folyamán, hogy... A tudatosság. Hát a tudatosság, igen. Amikor rájövök, amikor rálátok, amikor észreveszem, hogy én ezt csinálom, akkor indul el tulajdonképpen az, hogy mi ez? Mi megy nehezen? Mik a játszmáim? Mik azok, amikben, mikét csinálok? Miért csinálom? Mi az, amit elkerülök? Mi az, amit megúszok így? Mi az, amit nyerek? Mi a nyerességem? De ezeket így átgondolni, azokat, amiket ma beszéltünk, hogy vajon mi az, ami nekem esetleg nehezen megy, és emiatt egy kicsit így kerülő úton szerzem meg. Én általánosságban azt látom, mint minden játszmánál összességben jelen van, hogy a nyílt, őszinte felvállalása a szükségleteinknek, érzéseinknek, igényeinknek, kimondani, hogy mit szeretnék, nehezen megy. Sok csalódásért, sok minden kerülő úton, módon azt tanuljuk meg, hogy ez nem lehet. És egy csomó mindent így ilyen, egyéb eszközökkel szerzünk meg, kapunk meg, érünk el. Tehát, hogy minél inkább erre vannak jó könyvek, tényleg ezzel lehet. És most azért mondok könyveket, meg ilyen eszközöket, mert valahol ilyen gyakorlati út kell. Igen, mert az, hogy Istennel elindulok egy új úton, és ott van velem Isten, ez nagyon jó, és nagyon szükséges, és az hatalmas erő nekünk. De sokszor a konkrét gyakorlati mód, hogy de akkor hogy kell mondani, de hogy kell kommunikálni, de akkor mit kell csinálni? Ahhoz néha tényleg kellenek jó minták, mások példája, jó beszélgetések, vagy szakember, vagy szóval, vagy könyvek, vagy segítő. Tehát, hogy ezért mondom a könyveket, meg hozom ide, mert vannak olyan gyakorlati részei ennek az útnak, amit tényleg kellenek más emberek mintái, példái, ötletei. Mert eddig így csináltuk, de ez nem jó. De akkor mi a jó? Igen. Ezt neked tanulni. Felnőtten, újra, szépen, és ez megy, ez lehet. És keresztény könyvesboltokban vannak is ilyen tök jók. Ugye a Határaink című könyvet említettek. A nehéz beszél, hogyan álljunk neki, játszmák nélkül van egy ilyen, hogyan álljunk neki a nehéz beszélgetéseknek. A harmadnak vannak nagyon jó pszichológiai tartalmú, pszichológiai kiadványai, de egyéb, igen. Jó, szóval szerintem ez egy jó végszó, hogy ez egy út, menni kell, és talán minden játszma az, hogy ez valahol egy szokás is, tehát, hogy sokáig csináltam, mit tudom, idő levedleni, tehát nem az ma este rájöttem, hogy játszmázok, és holnap reggelre mindig ez minden sikerülni fog, így de van. Egy jó, de egy törekedni, így egy van. Nézni, egy figyelni, imádkozni, kérni az Isten, így van. Lelassítani, és akkor majd megy. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az estét, köszönöm, hogy eljöttél, és hogy szabad akaratod van. Szabad akaratod van, mert úgy kérdezted, hogy van-e kedved eljönni. Így van őszintén, és nagyon szeretve éreztem magam, meg jó volt így veled együtt, meg remélem, hogy így a kedves hallgatóknak, nézőknek is nagyon nagy áldás volt ez, úgyhogy az Isten áldjon benneteket, köszönjük, hogy velünk voltatok, néztetek, és legyen egy csodálatos hétfő estétek, majd szerdán vasárnap várunk titeket itt a gyülekezetbe. Sziasztok!